Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en 6 óra után vagyunk, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Hello. Hát jó reggel. Drága hallgatók, itt vagyunk, egy újabb hetet kezdünk, ugye, és igen, el is indultunk, kicsit hűvös a reggel, de hétvégére megint jó idő lesz, hogy néhány mondatot mondjunk az időjárásról szolgásunkhoz híven. Hát ez a hideg front, ez megjött, már meg. Csípős, de jó lesz, hétvégére egész jó lesz tényleg. Annyira vészes nem volt egyébként, a hétvégére én rosszabbra számítottam. Én is. Eső nem nagyon volt, legalábbis felénk, ugye viszonylag kevés csapadék volt, igen. De azért a hőmérséklet esést azt megéreztük. Azért igen, azt hittem én is, hogy durvább lesz egyébként. Tehát jeges északi szelet mondtak, lehűlést, szakadó esőt. Ezt képest tegnap egy gyönyörű idő volt. Nem volt annyira meleg, mint múlt héten, de gyönyörű idő volt. Úgyhogy igazából jó volt a vasárnap. Aki kifeküdt esetleg napozni, ezt küldje már egy előtte utáni képet, jó? Hát azért nem volt az a nagyon napozós idő, nem? Hát ezért mondom. Ja úgy, hogy mennyit barnult. Igen, hogy kíváncsi lennék rá. És ahhoz képest, hogy hétközepén meg gyakorlatilag nyár volt az egész országban. Igen. De a hétvégére meg itt ilyen 20-21-eket mondanak, úgyhogy... Az addigra újra alakul, igen. Na, mi újság, lefutottátok? Jó volt? Persze, jó volt. Hát, sajnos több sebből vérzett így a mi kis csapatunk, mert az eredetileg tervezett 9 fős létszám erősen megcsappant így a hétvégére. Na, ki volt be? Sunny Rolly megbetegedett, ugye Juling már korábban sajnos bedobta a töröl között, mivel megbetegedett egy másik kolléganőnk is, aki nem futott volna, ugyan, de dolgozott volna, emiatt szegény Orsit berántották hétvégére. Jaj, tehát, kicsit szétesett a csapat, hát igen. Mikor Sunny Rolly megbetegedett, valószínűleg Péter annyira berúgott, hogy azt se tudta, hol van. Vasárnap reggel megriadt valahol a Margit szigeten mesztelenül a szökőkútban. Nagyon rosszul vagyok. Ha a Margit szigeten riadt volna meg, akkor igen. Messzire nem kellett volna menni. És körbe telefonált mindenki, hogy gyerekek, nagyon beteg vagyok. Nagyon beteg vagyok, nem tudok futni. Tehát a Sunny Rolland betegségét nagyjából így tudom elképzelni. Még be is fogod az orrot, hogy meg vagy fázva. Igen. Szörnyen beteg vagyok, szörnyen influenzásség, igen. Tehát Rolly valószínűleg oda vágta magát szombat este kicsit, igen. Úgyhogy sajnos ez lett a vége. Nem volt egy erős csapat, nem, és ugye mivel más távokkal indultunk, ezért nem is nagyon futottunk össze, csak így helyjel közzel. Ugye Áron futott egy félmaratont, élet első félmaratonját, azért az emberes, főleg ugye a cukorbetegségvel, meg azért egy kicsit masszívabb alkat is, de nagyon szépen teljesítette, le a kalappal előtte, ugye volt a mi Ferink, illetve Anitánk a szélszről, illetve a promócióról. És a program részt, mondd a program részt, kéz a kézbe futottál Csabival. De jó, hogy nem mentem. Én azt hittem, hogy ez egy nagy kollektív, 10 futunk, ez leesik, az kiesik, az behívják, az nem fut, az külön fut. Mászni. Jó, a szándék fontos. A szándék fontos, tehát ők ott voltak lélekben, a betegség kinyírta őket, meg a programigazgató, aki behívta az Orsit. Most azért érted, de együtt dobbantak. Titus, Fánkos Titus? Ő nem volt, legalábbis én nem láttam az eredményét. Tehát, hogy ő nem futott. Mindig megígérezte, sosem sincs, nem? Tehát, hogy nem, mindig, csak általában. Igen, de most rutinos volt, mert nem ígérte. De nemet sem mondott, se igen sem. Úgyhogy most senki nem kér, hát senki, most senki nem kérheti rajta számon. Úgyhogy Csabival futottunk, gyakorlatilag aztán a célban találkoztunk még a Ferivel is, meg az Anitával is, de nagyon jó volt. Hát ugye azt nyilván hallottátok már, meg ugye Ákos is mondta a hírekben, hogy ez a kétnapos rendezvény volt minden idők legnagyobb Magyarországon. Azt olvastam, hogy nagyon sokan voltak, igen. Tömegsport rendezvénye, összesen 26 ezer nevezővel, plusz ugye ott voltak a családtagok, meg a szurkolók. Hihetetlen. Mindenki csak kettőt hoz, az 60-70 ezer ember. Te lehet futni így normálisan? Lehet, mert mondjuk a maga az út, az ugye le van zárva, aha. És hát azért már azért nem nagyon léptük egymás sarkára, mindenki odafigyel ilyenkor mindenkire. Iszonyatosan sokan voltak. Látod, hogy egy igazi népünnepé volt. Balázs, mert az ördögkerék viszont már nem fért volna el. Nem fértünk volna felé, nem, ha elgurulgatunk, az fogod a bokámat. Én kellett volna hozzá, az biztos. A te bokádat, igen. Igen. Úgy, jó, ügyesek vagytok. Jó volt, egyébként ugye a Noé állatotont képviseltük a Klassz FM mellett, hogy reméljük, hogy tudunk neki segíteni egy kis promócióval. Ennyit tudtunk hozzátenni ez a nemes ügyhöz, meg mindenkinek nagyon szépen köszönjük, aki csatlakozott hozzánk lélekben, vagy egyébként úgy, hogy futott velünk. Hát voltak érdekességek.
férfiak. Az egyik érdekességet nem fogjátok mondjuk így meglepődve hallgatni a hírt. Ripper Feri szolgáltatta, kérte, hogy ne beszéljek róla adásban, mondta, hogy persze, természetesen nem fog róla beszélni Feri. Kézen állva ment végig a távon. Nem, a hátára erősítette egy kis 2 kilós szerkezetet, amire felállította a 18 kilós kisfiát, és úgy futott a végig a 10 kilométeres távot, hogy a kisfia állt a hátán gyakorlatilag. Tehát egy ilyen kis plusz 20 kilós testsúllyal sékelt a srácot. Szegény. Úgyhogy, hát mire kidugózod azért a 10 kilométert a hátán? Ez jó, most erre tudni, hogy ez jó, vagy... Nem, te mint futó, kíváncsi a véleményedre. Nagy komoly közösségi élmény gyerek számra szerintem nem jó. Szerintem nem. Én nem tudom képzelni. A Ferinek nyilván semmi sem nehéz, mert ő egy iszonyatos fizikummal megáldott emberke, tehát le a kalap előtte. Szerintem ezt nem is kellene neki már bizonyítania. Én nem hiszem, hogy a kisgyereknek annyira jó volt az, hogy 10 kilométeren keresztül így pattogott a hátán, de egyébként élvezte. Mondjuk ilyen 2 kilométernél mentünk el körülbelül mellettük, és azt mondta, hogy tesztelték magát a szerkezetet, tehát ugye a 3 kilométeren jól működött. Aztán végül azt mondom, egy 1 óra 18 perces eredménye, hogyha jól figyeltem, vagy jól emlékszem. Úgy futották végig. Ha a kisrác élvezte, őt kellene róla megkérdezni, akkor biztos jó volt. Én nem merném vállalni. Az értelmet keresem benne, én tudod? Igen. Tehát az, hogy én értem, hogy ő maga meg akarta mutatni, hogy tud még egy kunsztot ráhúzni az eddigiekre, azt megértem. A plusz 20 kilóval való futást is megértem. Csak ott szegény gyerek ott állt, meg... Igen, fura. Mert hogyha a gyerekkel együtt akarok lenni, akkor ugye beszéltünk róla a pénteken, ott vannak ezek a speckó babakocsik, amiket végig tolsz, az is egy nagyon-nagyon combos dolog. Az is elég lett volna, aha, szerintem. Hát a Feri ezt találtuk. De mekkora gyerek? Jó kérdés. Mondom, 18 kiló. Aha. Most nem tudom megmondani, hogy pontosan nem vagyok annyira otthon így a sztárvilág. Na, minden is eszünk róla többet. Jó, hát gyerekkel futott. Úgyhogy sose fogjuk megérteni. Még a Ferit nem, sok szempontból nem értjük, de ő sportteljesítménynek nagyon komoly, az biztos. Igen. Úgyhogy mondom, nagyon jó volt. Tehát a rendezvény az nagyon jó volt. Rengetegen voltak. Mindenki szerintem nagyon jól érezte magát, mi is. Úgyhogy Csabival kéz a kézben. 7 kilométerig futottam vele egyet. És mondtad, hogy ezt a lihegést aztán, nem hallgatom. Aztán engedélyt kértem tőle, és akkor picit elmentem. Na és a Bicsátási Kilóson, mert látom az SMS-eket, az mi volt? Kérlek szépen, de elmentem. Siklósi Vári írja egy hallgató, hogy ott voltál? Figyelj, mondom, ha már Jani fut, érted, akkor valaki képviselje a váraknak. Legyen már valaki a váraknál. Ha legyen valaki a váraknál, na most azt nem fogod elhinni, egyébként pazar tényleg gyönyörű. Tehát minden tiszteletem a siklósiak, akik imádják a várukat, de az, hogy te belépsz Rákóczi Ferencként egy olyan helyre, ahol van vár, de mehetnél te Sebestyén Balesként, és csak is kizárólag azt hallgatod, hogyha a Vadon Janit lenne, most megmutatnánk neki a tömlött kamrát, nem hiszed el, 65 darab légi felvételt, téli felvételt, nyári felvételt, alulról készült felvételt küldtem át a Janinak, aki szerintem egész éjszaka transzban nézegette a képeket. Egyébként tényleg gyönyörű képek vannak a várról, és úgy jöttek oda hozzám, hogy figyelj csak, ha küldök neked képet, átküldöd a Janinak a várról, felülről, télen. Kevesebb vagyunk, de legalább. De mi volt? Mit csináltál? Mi volt? Ez egy rendezvény volt. Beruházás volt a várban, gyönyörűen megcsináltak néhány olyan részt, ami eddig nem volt meg. Ezt ünnepeltük mindenféle programokkal, és akkor én voltam a műsorvezető, ja, és akkor ezért voltam Siklóson, gyönyörű, írtózatosan szép, nagyon kedves mindenki, tessék menni kirándulni, komolyan. Ma kezdem megérteni a várban. Na jó, az nem puncsolja, azért gondolom, mennyire értetted meg a várban. Komolyan szép. Látlak már azért, hogy te ott majd mész ott igen, családom a várat, igen, és mész, és sétálsz, és ezek a várak, és megmászod a Magyarország összes várat. Azért. Nem, ezt nem tűzöm ki, nem, ez csak utánad, ha te is jössz, és tudod, mi a szép, a legszebb a várba? Oda tudsz állni kocsival a bejárathoz. Az tökéletes. Sokszor vagyok Sárváron, egyébként is van a várat, a legjobb. Tehát az ajtóba lehet megállni. Jó, ez mert a Siklós. Igen. De Sárváron is sokat vagyok, igen, de Siklóson meg aztán pláne. Ezért voltam én ott. Az jó, az jó. Tényleg jó. És viszont cserébe még egy családi drámát föloldozásában kérem a ti segítségeteket. Na. Az én kis családommal kapcsolatosan, ha nem terhellek ezzel hétfő reggel benneteket, de segítség kéne ismételten. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy mit akarsz mondani, ez azért nehéz eldönteni előre. Tehát, hogy megint megverted a gyerekeket, és nálunk aludnának? Igen, hát ezt már megbeszéltük, ezt megszoktam. 5 éves lett a férfi. 5 éves lett a férfi, születésnapi ünnepség volt nálunk, de csak ilyen 4 fős, mert a nagyobbik, amikor ugye 50-en vagyunk, mert 5 éves, akkor 50-es sátoros lagzit fogunk tartani. Somának nyilván nem lesz ilyen, de hogy 4-en voltunk csak, és kapott egy gyönyörű építőkészletet a dánoktól, vagy kit csinálják, ugye? És az volt, és nem tudom, hogy jót cselekedtem-e, segítsetek, hogy
rohadt rossz volt a gyerek, de egész nap. Érted? És eldurrant az agyam a születésnapján. Torta, amit el tudsz képzelni. Kis barátok, zsúr, minden? Nem, csak négyen voltunk, családi. Mondd, ja, család. Később, ja, lesz, ja, később lesz a nagy családi. Kis barátokat már elölted. Hogy? Igen, kis barátokat. Azokat már igen, már mondtam, hogy ne gyertek ide. És azt mondtam a születésnapján a gyereknek, hogy ez a Lego, ez ma nem kerül kibontásra. És föltettem a szekrény tetejére. Mert annyira rossz volt a Somi, illetve nem rossz, csak eleven egy gyerek, hogy így elpattant bennem valami, és azt mondtam, hogy ezt figyelj, nem érdemled meg a születésnapodon, és föltettem a szekrény, hogy születésnapon lehet ilyet csinálni egy gyerekkel. Hülye voltam, mi? Na. Miki, ugye? De mit csinált a gyerek? Vagy mi volt? Á, csak tudod, ez a nem... Meggyújtott a nagymamát, vagy mi? Azt mindig meggyújtja, de az már ott van mellette a porraloltó. Nem, ez a szokásos. Ah, de, nem, mert négyszer rántott húsból, vagy mi? Ötször ezt. Ötödikre azt mondtam a szemúrkára, hogy apa és már a nem kérek magába kettőt. Igen. Csak ez a szokásos, ez a nem veszem fel a cipőmet, de mondom, Somi, el kéne induljunk, menjünk, mert elmentünk tortázni egy helyre, hogy mondom, a te szüli napod, tényleg, látod, nézd meg, anyádnak már nincs haja, ő is kitépte, meg én is az övét tépem, hogy egy kicsit legyél már ezen a napon. A te szüli napod, azt csinálhatsz, amit akarsz, de menjünk már, mert de oda ő kell akar menni, ne, ő akar menni tortázni, hát én meg a torta, ha csülközni megyünk, akkor megértem. Csak azért akar tortázni, hogy az édes után mindig jól esik a sós. Ugye? Egy édesre, sósra édesen. És akkor odaadtad, de elvetted, vagy oda se adtad? De odaadtam. És aztán elvetted. Neki, ez az, és úgy mondtam, feküdt le, hogy nem kaptam meg az ajándékot. Igen. Nem jó. Ugye? Az nem. De aztán már másnap már összeraktuk. Az már nem jó, mi? Há, és mondta még este, hogy adod a meghad, vagy... Nem, megértette a gyerek, mondtam neki, hogy ez a tiéd szívi, nem nyúl hozzá senki, ott van fönn a szekrény tetején, látod, úgy direkt úgy tettem fel, hogy meg is kínosztat, hogy úgy persze, a gyerek, hogy lássa. De ez az, amit nem kapsz, meg nézd, elsőjére nézd, ugorj, csak látod, nézd, nem tudsz elugrani. Igen, és hiába próbálod adatolni a széket. Nincs az ügyadó, igazából a doboz is üres, hallod? Nincs benne semmi, kivettem. Hát, nem, a születésnapon nem jó. Nem jó. Hát, a születésnapon azért kell egy kicsit velük máshogy állni, mert ők is máshogy állnak, hiszen izgatottabbak. Aha. Nem? És az, hogy az az ő napja, tudod, érzi, és kicsit megbolondul. Minden aha gyerek megbolondul a szüli napján. És azt, hogy te ezt érezted, ebből neked eleged lett. Aha. Pont a szüli napján megregulázni azt szerintem nem. Rossz. Hát, nem ugye? Rossz, igen. Nem, fenitem rossz, túléli. Tehát semmi baj nem lesz. Az biztos. Meg az ő napja. Szóval ezt szerintem, igen, az kicsit az róla kell, hogy szóval én tudom, milyen lelkiismeret furdalással lefeküdni, mert ha szülői lét, legnagyobb kérdés, hogy minden nap szinte úgy fekszel le. Nem? Igen, hogy valami tehát jó csináltam, valami nem jó, csináltam. De ezt kicsit elrontottam, a gyerek mondott valamit. Tehát szinte minden nap egy lelkiismeret furdalása, minden nap van valami beszélgetés, félmondat, félmozdulat, hangemelé, amit már később megbánsz. Tehát az egész szülői lét egy nagy lelkiismeret furdalása. Vagy sokszor. Igen. De szüli napom, ott engedni kell. Az róla szól. Aha. Nem? Tehát ott bármi. Bármi na jó, nem bármi. Hát jó, olyat, hogy azért nem csinál még egy 5 éves gyerek, ami itt egy büntetőjogi felelősséggel bír. Én szerintem a szülinap az egy kicsit olyan, no, hogy a szülő feje már ekkora, nyilván, de az egy kicsit, ott ki kell emelnia. Ott egy kicsit róla kell, hogy szóljon, tudod. Még a fene vigyel, még ha nem veszi fel a cipét, nem veszi fel. Nyilván ne legyünk álszerűek, pontosan tudom, hogy milyen, amikor 26-szorra kéred, hogy jöjjön be a fürdőszoba, és mossa már meg a fogát, mert 4:10 van, és már nem. Nagyon lefeküdnél, és nem megy be, és még ott a mese, és még 3 mese, meg még... És 4:11, amikor még hallgatod a kérdéseket, azokat a nagyon fontos kérdéseket, amiket nem tudod feltenni napközben. És miért nem az kérdés, hogy és aludjál meg, és menj vissza a szobádba. Tehát aki szülő, és nem totálisan álszent, azért azt tudja, hogy milyen, mikor már ki vagy. De szülinapon az kicsit tehát azt a másnap megkaptam? Meg, persze, abszolút. Lelki furid volt? Már hát este, mikor aludtak, már este, mi? Igen, már bementél, mondtam. Lefeküdtél, és az alvosoma mellett már félig zokogva elmondott. Somi, itt van! Itt tudom, az a kejföl, de apa hajnali egy van. Arvú gyerekhez beszélni, mikor már nem hallja, és te meggyónod neki a lelkiismeret furdalásodat, igen. És végre összerakadt a Legóból azt a disznópörzsölöt. De működő. Igen, mert pont az volt, amit te mondasz, hogy születésnap kicsit engedékenyebb vagy, hogy akkor jó van, nem érdekes, persze, nem, jó van, ne tegyetek rendet, mindegy, menjünk, gyertek sütizni. És akkor pont ezért, hogy engedékenyebb voltam, nyilván ő megérezte ezt a kaput a gyerek, lecsapott a kis kapura, és én meg rosszul reagáltam, és akkor mondtam, hogy hazaértünk a sütiből, mert ott is a mindenféle rendetlenkedés volt, rosszalkodás, vegyünk, hogy hívják, buborékfúvót, tudod ezt a tudom, igen,
cukorék. Apa, menjünk ki fújni, mondom. Fújjuk a néni szemébe. Igen, igen. Elkezdtük fújni, szállt be a cukrászdába, ahol óvatosan jelezték, hogy becsukták az ajtót. Mondtam, hogy ne öntsd be a néni ananász levébe. Igen, ráadásul mondta, hogy ne igye meg. Na, körülbelül ez volt, mondom, Somi, menjünk arra. Nem, én itt akarok fújni, de mondom, látod, zavarjuk őket, beszáll a izébe, a cukiba, már becsukták, de én nem megyek arra. És akkor elborult az agyam, hazamentünk, és mondtam, hogy na, akkor itt az ajándék, drágám, ez most oda felkerül, és majd holnap megkapod, ha jó leszel. És aztán annyira rosszul voltam ettől. Né, de felkerül a bontatlan konyakok mellé. Nálunk nincsenek bontatlan konyakok, ja, tudod? Ez, ez nem az, az a háztartás, ahol állnak az üvegek. A Hubertus-os üvegek mellé. Igen. Konyak. Hát én nem törik ebbe össze, tehát nem egy akkora, nem egy akkora dolog ez, de igen. De segíteni nem segítettem vele, ugye? Tehát nem lesz jobb, rendesebb a gyerek. Nem gondolnám, hogy nincs intő jellege azért ennek, hiszen ha ő azért nem kap meg valamit a szülőnapján, akkor azért azon elgondolkozik, hogy valamit talán nem jól csinál. Tehát nem biztos, hogy nevelési szánt vagy célzata nincs a dolognak. Csak tudod, a szülőnap az kicsit róla szól. Majd valamikor az... visszakapod. Amikor az otthonban. Nem etted meg a főzeléket? Hát, akkor nem teszlek tisztába. Vagy holnap jövök, fatet, vagy holnap. De már három napja nem tettél tisztába. Emlékszel a legóra az ötödik születésnapomon, fater? És hideg van a szobában, valami drágább otthon nem volt? Majd a... Igen, bizonyára, a gyerek. Ezért kell jól viselkedni a gyerekkel. Lettél volna jeletve? Igen. Bocs, Somi. De mást kapott, nem? Persze, na, mondom, akkor ne legyen volt a sütizés. 26 dolgot kapott, csak a 27-et nem kicsit volt, nem. Nincs 26, nincs 26 most nem azt mondod, de azért kapott egy pár dolgot, és nem ez volt az egyetlen, akkor meg aztán pláne. Akkor meg aztán pláne. Igen, hát ez mindig nagy kérdés, hogy mikor legyél szigorú, mikor nem, mikor gázolsz bele a lelkében, mikor kell egy kicsit belegázolni és összekapni a gyereket, mert ezt már nem engedheti meg magadnak, mikor töröd úgy el, hogy az kicsit túl sok volt, mikor mentél úgy alá, hogy jobban kellett volna szigorúbbnak lenni. Figyelj, napi harc nálunk is, tehát hogy miért nem vagy vele szigorú, miért te vagy szigorú, miért én vagyok szigorú, miért nem te szólsz rá, miért én szólok rá, miért vagy te vele ilyen, tudod? Tehát hogy ki az apja, ki az anyja, nehéz. Neked kell keménynek lenni, apának kell keménynek lenni. Hát nálunk ebből van a sokszor a feszkó, hogy én kevésbé vagyok, a Viki keményebb, és akkor így próbálunk, hogy miért nem én vagyok keményebb, mert én vagyok az apa, tudod. És én a harmadik, a nevető harmadik a nagymama. Aki elkényezted, és mi? Gyerek kicsi, gyerek kicsi, meg a szelekváros fánkot, te megmondta, hogy nem eltöbb édeset a gyerek. Nehéz, nehéz dolog ez, nehéz dolog ez. De jó szülőnap volt ennek ellenére, nem? Jó, persze. Persze. Jó van. Jó van, na, hát drága hallgatók, mindenki írjon nekünk SMS-t, aki gondolja, milyen volt a hétvége, hol voltatok, hol vannak útlezárások, merre vagytok, kinek milyen a reggele. Nyugodtan jó, írjatok SMS-t, és hát új hét, új játék. 12-1, ha erre vagy kíváncsi, mert láttam, hogy megfogalmazod, igen, hogy hogyan tudod. Hogy, tudod, a szokásos kérdés. Amikor kicsit direkt vagyok hülye című rovatunk, hogy állunk játékkal, mintha nem emlékeznék, de hát ez már egy bevett dolog évek óta. Viszont megbeszéltünk valami szabálymódosítást, nem? Ez így van. Annál meg bizonyítom. Fejtsük meg, hogy mit, mert a múlt héten nagyon jó ötletnek tűnt, de már elfelejtettem, amit kitaláltam. Úgy lehet, úgy módosítottuk a szabályt, hogy a hallgató eldöntheti, hogy ő nekünk akar pontot szerezni, akkor abban az esetben pedig mi a hallgatóknak szerzünk pontot. Tehát ha te most játszol valakivel, és azt mondod, hogy te a hallgatókért dolgozol, és nagy valószínűséggel te fogsz nyerni, mert a múlt hét is, nem tudom, 5-0 ja, lett. Tehát a szerepcsere tényleg így, ez van, volt. A te pontodat azt a hallgatóknak fogjuk beszámítani. Ez volt az egyik ötletünk. Akkor volt olyan ötlet is, hogy a hallgató kimondhat bármit, csak mi nem mondhatjuk ki. És akkor hogy veszíti el? Úgy veszíti el, hogyha te kimondod a fekete-fehér. És én hogy nyerek? Hogyha nem mondod ki egy percig. És akkor én nyerek? Akkor te nyersz. A hallgató csak úgy szerez pontot, hogyha ha téged addig provokál, amíg ki nem mondod, az igent hagyja, nemet vagy az egyet meg a fehér. Na, hát ilyen nagyszerű ötlet. Van egy 8-10 új szabály, jó? Megfejtettük. Küldjük mindenkinek a szabálykönyvet, mert nem bronyolt 300 oldal. Egyébként plusz van apró betűs melléklet és egy némi fügelék. Jó, elmondjuk majd a játékosnak még egyszer. A legegyszerűbb egyébként a szerepcsere. Tehát a pontgyűjtés, amikor ő műsorvezetőknek nyer, mi meg a hallgatóknak. Ezt ő kérheti. Mert sok értelme egyébként az ő szempontjából nincsen. Na de akkor neki miért jó, ha cserél? Igen, de meg ezt tavaly a múlt héten nagyon jól kitaláltam. A múlt héten ezt azért megfejtettük, hogy abban az esetben, hogyha, tehát hogy akkor mi nyerünk nekik, ha mi nyerünk nekik, akkor az most hogy van? Tehát, hogy oda megy a pont, csak azért, hogy szerezzenek ők. De ha ő nyer, akkor is oda megy a pont? Nem, akkor ide jön nekünk, csak annak ugye az elmúlt, tehát ennek az évnek a statisztikáját. Csak én értem, de akkor a hallgató el fogja veszíteni.
Érted? Tehát, hogy akkor, ha csak egyszerűen szerepet cserélsz, az nem jó. Aha. Az úgy nem működik. De az ajándékcsomagért viszont küzdeni fog, mert az ajándékcsomag csak akkor jár neki, ha nyer. Igen, csak kérdés, hogy mit akar. Az ajándékcsomagot megnyugodhatsz. A személyes hallgat. Ez múlt héti pénteken jó ötletnek, hogy most, hogy hallgatlak benneteket, ez már egyáltalán nem jó. Ez nem jó. Tehát, hogy ez már nem jó. Ennek semmi értelme. Mert most a hallgató, mit szeretne? Tehát azt, ennek... hogy a hallgatók nyerjék a helyet, vagy pedig ő nyerjék ajándékcsomagot? Igen, csere erről szólt, hogy te lehetsz akkor, igen. Aha. Mindegy, ez még jó, hogy pénteken annyira kerek volt. Ezt most így végighallgattam, ez szörnyű. Önző csak önmagukra gondolok, kedves hallgatóinknak mondjuk, hogy ajándékcsomagot nyerhetnek. Igen, az jó, hogy ő azt választja, hogy normál játékot kér, vagy ő hadd mondjon ki bármit. Tehát nehezítünk magunk felé. Az egy egyszerű szabály, és az jó. Az jobb. Normál játék, vagy nehezített. Jó? Ennyi. Ennyi. Ez lehet. A szerepcsere az még tisztázni kell, mert az péntek óta összekuszálódott. Egy picit. Az olyan jónak tűnt, és olyan tisztának is most annyira semmi értelme. Igen, mondjuk sokat nem dolgoztunk rajta péntek este. Ez is igaz, hogy nem voltak nagy gag partik, hogy ezeket kitaláljuk. Na, drágák, írjatok, jó, hogy akkor mi a helyzet az utakon? Ki az, aki játszani szeretne? Lehet arcoskodni nyugodtan. Megmarni, bántani bennünket, elfér az rajtunk. Ákos elmondja a legfrissebb híreket, mi pedig jövünk a hírek után fél hét múlt pontosan 2 percen. 6 óra múlt, 53 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, úgyis mondhatnánk, hogy egyszerűbb, hogy 7 óra lesz nem sokára. M1-es autópálya 87-es kilométerén van egy trafi Pest felé, aztán trafipax a felüljárón a 87-es kőnél. Igen, hát ez tulajdonképpen ugyanez. Vigyázzon mindenki, Budapest keresztúrútin az Égész gyár után a 17. kerület felé menő oldalon kocsi csúszott az áróba, aki tud kerüljön a Jászberényi felé. Masi küldte nekünk, valamint M85-ös építés miatt Kóny térségében jelentős torlódás Győr irányában, ez pedig Karesz küldte. Na, mi pedig játszunk akkor. Szabályváltozás ide vagy oda. Igen, már szinte magunk sem értjük, hogy mik az új szabályok, de megnézzük, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, én Kata vagyok Budapestről. Hello, Kata, jó reggelt, ciao. Mit csinálsz, Kata, ilyen korán? Hát most titeget hallgatlak. Na ne. Na csinál, hát azt gondoltam. És azon kívül reggeli készülődés, munkába igyekszel nem sokára, otthon maradsz. Én itthon vagyok, gyesen a másfél éves kislányommal. Első gyermek? Igen. Első, és még otthon. Nem is megy majd bölcsibe? Egyből óviba megy majd? Szeptembertől megy bölcsibe. Szeptembertől bölcs is, aha. Az jó. Össze kell az. Ha Kata, kivel szeretnél játszani? Ferivel szeretném. Ferivel. Jó ide, jó. És hogyan? Az igen, az a jó kérdés, mert azt mi sem tudjuk. Maradjunk a klasszikusnál. Hogy lehet ajándékcsomagot nyerni? Hát, ha ügyes vagy úgy. Igen, vagy hogy mi kimondjuk a tiltott szavakat, és akkor ugye azt a játékot választod, amikor te bármit mondhatsz, és csak mi bukhatjuk el úgymond a játékot. Muszáj ez. Vagy pedig a klasszikust. Egyébként nagyon sokan írják, hogy ők nem kérnek ezekből az új játékszabályokból. Hát nem kell nekik az alamizsna. Hát igen, maradjunk a klasszikusnál. Meg nem is értik. Meg mi se értjük. Meg mi se értjük. Akkor maradjunk abban, hogy jó. Én leszek az, aki megpróbálom. Jó. Hát drukkolunk. Jó, mehetünk, Jani? 3, 2, 1, fire! Szeretnétek másik gyereket? Hát, ha körülmények úgy adják, akkor természetesen én mindenféleképpen szeretnék neki kis testvét, mert én nagyon szeretem a gyereket. Ez pénz kérdés? A körülmények, amit mondtál? Hát például, elsősorban. Uh-huh. Várod már, hogy jó is legyen. Vagy bölcs is? Bölcs is lesz, és én tele vagyok aggodalommal, hogy hogyan fogja majd, tehát az első elszakadást. Imádni fogja, ne viccelj, akinek ilyen anyukája. Természetesen, biztos így van. Uh-huh. Csak tudod, én vak vagyok, és így kicsit a kontaktusunk. Ó, nem látó erősebb. Vagy? Így van. Köszönöm, Meri. Nagyon szívesen. Ja, nem látó, de hülye vagyok. Szia! Ügyes voltál, Kata! Júj! Te figyelj, ez nagyon nagy dolog ám így. Azért akartam erre rákérdezni, hogy ez hogy működik nálad.
Kata. Hát mi is estél azonnal? Tehát ki is estél? Igen, meg akartam kérdezni, hogy hogy működsz, hogy vállaltátok, és tök jó. Föltetted volna úgy a kérdést, hogy mi hogyan látjuk el a gyermeket, és akkor megpróbáltam volna neked elmondani. Igen. De én már nem is akartam játszani, érted? Már ez elvitt. De milyen flottul játszottál? Nagyon izgultam, mert hogy annyira benne van ilyenkor, hogyha a játékos ennyire flott, akkor előbb-utóbb beleszalad. De hogy te így eszedbe se jutott az igent, hogy a nemet kimondani. Na, gyakoroltál valakin? Vagy szoktál játszani? Hát az az igazság, hogy próbáltam nagyon sokszor jelentkezni, és így próbáltam így figyelni a játékosokat, és akkor, amikor kérdeztetek tőle, akkor így magamba próbáltam mondani, hogy elkerüljem a szavakat. Hihetetlen ügyes játék. Nagyon szuper volt. Flott volt, nem álltál meg, mentél, mindenre válaszoltál, kérdeztél, nagyon ügyes voltál. Feri annyira belemerült a játékba, hogy ki sem észre se vette, hogy ki mondta a nevet. Igen. Őszinte legyek, tehát az igazság az is, ezt nagyon gyorsan mondom, hogy mindenkit meghat az, hogyha vaknak van gyereke, nekünk ez természetes, és valószínűleg a Feri annyira le... Nem baj. Tehát... Nem, nekem több természetes, én nagyon örültem, csak pont rá akartam kérdezni, tudod, és a gyengén látókkal, a látássérültekkel mindig. Igen, mert a vak szót az, aki lát veled kapcsolatban, nehezen alkalmazza. Na most hát ez pedig így van. Pedig így van. Mert ez nem mindegy, tehát ha azt mondod, hogy látássérült vagy, akkor azt jelenti, hogy te gyengén látó vagy, ha vak vagy, akkor meg teljesen nem lát semmit. És ezt jobb kimondani, hogy vak vagy. Hát így van, persze. Persze, de óvatoskodik, ilyen hülye helyzetben van. Közben pedig az a természetes, hogy jól kell mondani. Így van. Kata, de ettől függetlenül is szuper volt, és tényleg nagyon jó játszottál. Nagyon adunk egy ajándékcsomagot neked, jó? Tényleg nagyon ügyes volt. Nagyon szépen köszönöm. Ügyi vagy, arcoskodtunk itt szabályváltoztatás, meg hogy melyik játéktípust akarod változtatni, azt jó ki is kaptunk. Ügyes vagy, Kata, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen. Köszi. Sziasztok. Szia, hello. Gyerekek. Tényleg ügyes volt. Na, egy érdekes hírrel folytatjuk. Talán olvastátok néhányan, hogy hát elaludt egy rakodó munkás az Alaska Airlines rakterében, és a hülye úgy ébredt föl, hogy hát már tulajdonképpen repült a gép, és elkezdett dörömbölni, mert hogy ő a csomagokat pakolta föl, csak egy kicsit elaludt. Elaludt, és közben a repülő pedig ugye befejezte a csomagberakodást, beszálltak az utasok, és a repülő fölszállt, és azt hallották, hogy valaki dörömből és szeretne kijutni a lassan mínusz 30 fokra hűlő csomagtérből. Picit megpihent. Melló után. Igen, arra ébredsz, hogy 6000-en deresedik a hátad. De hogy meglepődött volna, hogyha valaki kívülről kinyitja? Igen. Hihetetlen helyzetbe került. Egyébként túlélte 100-ból egy éli túl, mert hogy pillanatokat leül a hőmérséklet, mire fölébredsz, megfagysz. Tehát, hogy nincs sok esélyed túlélni a repülő csomagterében az utazást. És arról beszélgetünk majd, hogy nyilván hallgatóink között is akad olyan, akinek az elalvás, a munkahelyen elalvás okozott már kalamajkát. Amikor ráborult a fejed az asztalra, de ráfeküdtél a kezelőgépre, megnyomtad a darugombját, mert nem tudtad tovább magadban tartani azt, hogy álmos vagy, elaludtál a kemence mellett, a kályha mellett, egy sörözőben, bárhol, munka közben. Ez nagyon fontos, ugye? Hogy ki hol milyen körülmények között aludt már el, munka közben. Nagyon jó. Hát, hogy ez bárkivel előfordul. Vagy valami más tevékenység közben. Akár, igen. Amikor egyszer csak rátört az álom, elaludtál, miközben voltál valahol. Erről beszélgetünk. Majd is várjuk az SMS-eket. Ákos, híre jutam. Öveket besatolni, hangerőt feltekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, egy újabb hét indul, és egyre melegebb lesz. Ez jó, ez mindenképpen jó hír. Hétvégére újra visszatér a koranyári időjárás, 23-26 fok, és napról napra szebb idő. Ma még egy kicsit erősebb lesz a szél, és emiatt a hőérzet is egy kicsit talán hidegebbet éreztet velünk, de elmegy a hidegfront, és napról napra újra melegszik az idő. Úgy néz ki, hogy lesz tavasz idén, nem? Na, ez a klasszikus 20-22 fok, ez jó, én ezt szeretem. Akkor döglesztő meleg van, azt nem, de ez a 20-22-23, jó kimenni a napra, jó érzés kint ülni, nem? Meg az, amikor így átfordul, tehát vannak ezek a tizenek, és egyszer csak 30. Tehát tavaly például én nem is éreztem ezt a tavasz feelinget, hogy egy kicsit... Nem, nagyon rövid. Tehát hideg, ja. Májusig, és aztán csak bever a 30 fok, és aztán végig van. Kiesik egy évszak. Igen. Na, azt mondja, hogy nézzük az SMS-eket, mi helyzet az utakon. Soroksár hősök tere után
a felüljáró mellett haladókat Dunaharaszti felé egy ezüst Opel Google-ba mérik. Ezt András küldte nekünk. Csorán a körforgalomban karambol, kamion és navos autó ütközött Győr felé. Hát az szép. Oha. Az szép találkozás. Már mindent bevetnek, hogy megállítsák. Nem akar megállni? Vajon tényleg? Majd mit történt? Elé ugrott a navos autó? Metropotó jár a Fehérvári úton, nem jár a 4-es metró, írja egy hallgatónk, illetve pontosabban kérdezi. Láttunk valamit? Nem jár. Nem jár. Többen megírták. De azért nem jár, mert annyira kevesen mennek vele, hogy nem jár, vagy most lerobban. Ti láttátok, hogy egyáltalán nem jár senki a 4-es metró? Hát, vagy csak nagyon kevesen? Visszafogott, igen, így óvatosan. Hát nem nagyon. Ugye azt tudjuk, hogy nem jó irányba van. De hogy azt lehetett volna egy kicsit másfelé húzni, akkor többen használnák. Igen. Látok, a tervek azok valamilyen 78-as évekbeli tervek, és azóta már a belvárosi közlekedés, az agglomeráció, a felszíni közlekedés annyira megváltozott, hogy ezt már egyébként sok olyan szervezet, akik ugye kutatják a közlekedési értelmek, azért jelezték, hogy ezt így ebben a formában már ne. Olvastam egy nagyon érdekes kimutatást, mennyiből épül, mit tudom, Európában, Spanyolországban, hogy mi kell ahhoz, hogy mondjuk az Unió támogassa, mikor kell visszaadni, milyen kihasználtsággal kell menni a metrónak, így hasonlították az európai metrókat. Nagyon érdekes cikk volt. És arról szólt, hogy azért vannak kevesen a metrón tényleg, mert hogy régi a terv. És a régi terv szerint ezen a vonalon még sokan kéne, hogy legyenek. De ez egy 25 éves terv, vagy 30 éves terv állítólag ez a 4-es metró, hogy majd itt megy egyszer. Ezt valaki egyszer leírta, ezt megcsinálták, kicsit nyilván finomítottak bele, és közben már rég nem ott tudná összeszedni a sok embert, hanem hosszabban másfelé agglomeráció, felszíni közlekedés ott, ahol nincsen. Igen, ezen a vonalon ugye jó a felszíni közlekedés. Tehát ez konkrétan lesétálod a megállókat egy percet. Nem jön a metró fő, és lesétálsz. Igen. Tehát a Vámház körútól a Kálvinig. Hát az egy 300. Igen, de ott megy a villamos fölötted. Igen, mondjuk a Kálvin téri becsatlakozás az nagyon hasznos. Én azt adom. Tehát, hogy én azt rengeteget használom. Aha. Tehát, hogy az jó. Az jó. Az ott nekem tetszik. Az összes többi az így... Igen, érdekes cikk volt, igen. Azt mondja, hogy Bezenyén mérnek a Duna utcán. Na, tessék már megint. Bezenyén mindenki menjen lassan. Vigyázzon. Mindenki magára. Na, az elalvásokról és nagy elalvásokról beszélgetünk itt a Morning Show-ban, mert hogy ugye egy érdekes dolog történt egy rakodó munkással az Alaska Airlines rakterében, ahol elvileg azt mondják, hogy simán meghagyhatott volna, aztán kiderült, hogy egy olyan géptípussal utazott, amit ugyanúgy temperálnak, és földi nyomást biztosítanak benne az utastérben. Hát most vannak gépek, ahol elvileg állítólag hideg van, van, ahol már fűtik a csomagteret, nem tudom. Jó, ettől függetlenül nem lennék nyugodt. Nem lennék nyugodt azért, igen. Tehát, hogy ott egy 737-es gép csomagterében elaludni. Ugye arról van szó, hogy ő a kiszolgáló személyzethez tartozott a földön, csak ő elaludt. Bőrönt pakolás közben emberünk, és a többiek nem vették észre, hogy ő alszik, becsukták a gépnek az ajtaját, megkapta a gép a felszállási engedélyt, és egy földi kiszolgálóval együtt a gép felszállt. Azért ott is van egy csapat szellem, nem? Megvagyunk se. Jó, egy, kettő, három, mindig belefáradtam. Kávé? Nem érdekes, ígyunk egy kávét. Vered, de hogy alszol el? Hát ott ugye folyamatosan pakolsz, jönnek a bőröndök, pakolsz, utána végeztél, leszállsz és elmész a géptől. Hogy tudsz elaludni két bőrönd között? Igen, állítólag az volt, hogy csúszott a gép indulása, ja, tehát volt még egy kis idő, és ő azt érezte, hogy akkor ezt kihasználja. Kint ezt látják. Tehát, hogy kint lehet, hogy a művezető, vagy nem tudom, a stábnak ott a vezetője, vagy valaki egy ilyen góré, biztos szólt volna neki, hogy azért mégiscsak munkaidő van, egy hét elején már bakker. Érted? Szólt volna neki, ezért ő persze, hátul a csomag még bement, egy kicsit majd dob egy hunyót. Alszik egy fél órácskát. És több lett belőle. Aztán több lett belőle. A többiek még nem szóltak. Vagy nem tudták, hogy ott van. Igen, ő elkezdett dörömbölni. Vagy máshol aludtak. Vagy egy másik gépben aludtak. Igen, és a szélrózsa minden irányába felszálltak. Azért ez mi, amikor dörömbölsz, és már hallott, hogy szállsz föl. Nem tudom, hogy ő tudta, hogy ez egy olyan géptípus, ahol nem hűtik le a csomagteret. Fűtött csomagtér van? Ugye, van, ahol igen, van, ahol nem. Tehát, és a légnyomás? Az is itt állítólag ilyen légnyomás kiegyenlítő rendszer volt ott a raktárnál is, valószínűleg a csomagok megóvása érdekében, de azért ott viszonylag nehezen tudod bekötni magadat. Azért ez megvan, nem? Így éppen száll fel a gép, te meg így csúszik, így hátra, és kapaszkodsz mindenbe, ami egyébként rögzítve van nyilván, de hát ott hol kötöd be magadat? Igen, szegénykém egyébként. Na mindegy, szóval leszállt vele a kapitány, büntetése számíthat, meghurcolták, de azt hitték, hogy terrorista, ugye? Szegény, jó. Azért az nagyon kemény. És ugye arról beszélünk, hogy ki, hogy mikor aludt már el a munkahelyén. De nincs ember, aki ezt legalább egyszer elkerülhette volna. Tehát legalább egyszer nem kell ebbe belekeresni. Én mindig azt szoktam mondani, hogy elaludjál. Hogy a katonakorom óta gyakorlatilag bárikor, bárhol
bármilyen helyzetben el tudok aludni, és ez tényleg így is van. Legutoljára, de rólam köztudomás, hogy ilyen havonta, két havonta szoktam ápolni a táj magyar kapcsolatokat egy kis masszás formájában, legutóbb olajos masszás közben sikerült. Akkor ez nem volt elég erős a táj, kicslány. Az volt, hogy ugye hát időnként becsúsznak ilyen kisebb nagyobb problémák, mint például útburkolatjavítás, mondjuk kint az ablak előtt, ami kicsit bezavar az élménybe, vagy krákogó bácsi kettővel mellettem. Most nem volt semmi. És elaludtam, és egyszer csak arra keltem, hogy a szokásos a rángás. Tudod, amikor így, tudod, így beleszentesz, és hallgatod a kis zenét, és akkor azt mondom, és akkor és megijedtem, és iszonyatosat, hogy hívják voltam, iszonyatosat rándultam, erre a kislány, sorry, bad. Szegény azt hitt, hogy valami ilyen. Igen, hogy valahol rossz helyre nyúlt, de nem erről volt szó, egyszerűen csak bedobtam hunyat, aztán elfeledkeztem róla, nyilván egy tudat alatt nem volt meg az, hogy éppen most engem masszírozlak, hanem fel kell, érte feljöttem, úristen, hol vagyok ki ez a nő mellettel? Mit fogsz szólni ehhez, Móni? Igen, és miről egy csupa olaj, és miért csúszkál ez itt rajtam, és mi történik rajta? Igen. Hol fagyok? Igen, és két a horkoló öreg ember itt mellettem a másik sarokban. De jó, de azért ez kicsit erről szól. Tehát azért az kevésbé kellemetlen. Tehát oda relaxálni megy az ember, nem? Igen. Tehát az önmagattól való megijedés az inkább a BKV nagyon kellemetlen. Tehát amikor tényleg kézzel-lábbal versz le valakinek egy nagy állast, mert úgy ébredsz föl, hogy nagyon megijed. Hát igen. Az sokkal kell, vagy ha arra ébredsz, hogy kifolyik a nyálatot. Hányszor ébredtem arra? Ha a legjobb. Amikor úgy utazol BKV-n, hogy elalszol, ugye nyomorultul, először arra ébredsz, hogy kicsit hátraesik a fejed. És horkolsz, nyilván. Vagy a saját horkolásodra, nagyon kellemetlen. Én nem egyszer ébredtem arra békem, hogy folyik a nyálad. És a legszebb, és amikor átdőltél a másikra, és ráfolyik. Igen, és a saját nyálad folyik, és aztán így álmodsz valamit, amitől megijedsz, és ordítva felébredsz úgy, hogy tényleg belekarmolsz az előtted ülő, egyébként normálisan utazó ember arcába. És mindenki téged néz. Ott már az szörnyű. De ott nem kipattan a szemed, mert ugye meg igen, de az a jobbik, amikor nem az üvöltés, hát aztán az üvöltés és a csapkodás, na az már a leggázal, de ilyenkor azt kell csinálni, hogy szépen így a szemhéjad mögül picit körben nézel, és úgy csinálsz továbbra is, mintha aludnál. És megvárod, amíg azok szépen lassan lesznek, hogy ne kelljen szembesülnöd azokkal a megvető pillantásokkal. Igen, inkább Újpest városközpontán szállsz le, pedig a Ferenciek terénél kellett volna. Igen. Csak hogy ne égjél. Az kellemetlen tud lenni, mondanám. Te is alszol BKV-n? Fú, hát én rendszeresen, tehát olyan szinten, hazafelé? Nem, befelé. Ja, befelé. Kérdezett, reggel. Befelé reggel. Hát az, hogy az Ecseri útnál ébredek rendszeresen. Tehát, tényleg? Üvöltve ébredt az Ecseri után? Pöttyös utca rekordom. Igen. Pöttyös utca, már csukódtak az ajtók. Borzasztó. De mi nem teszel magadra egy táblát, hogy kérem ébresszem föl a Népligetnél? Gyakadba akasztod. Ha nem ébrednék föl, kérem legyen szíves, ébresszem föl a Népligetnél. Köszönöm. De tudod mi, hogy ugyanaz a közönség, és tudják, hogy a Népligetnél, de nem mernek meg, gondolják, hogy mi van, hogyha ma Pöttyös utcáig megy. Igen, ha túl akarsz. Nem mernek fölébreszteni szerintem. Már így reggel tudjátok, a Pöttyös utcai, abszolút. A Népligeti, a határúti, tehát ezt így vágjátok egymáson? Igen, hogy ki igen. Hol száll le? Hát a szűk kis kolónia vagytok, szűk, reggel a metrón. Abszolút, de ugyanazok az arcok visszaköszönnek, nyilván vannak új utasok is, de vannak a törzsközönség, igenis, nem mernek szerintem szólni. Hát szólnod kell, mikor belépsz. Jó reggel, igen, megint a Népliget, aha, most igen. Elmegyek, húgyok egyet, ne felejtsenek el fölébreszteni. Valaki kajtsen már föl legyen. És a nők is üvöltve ébrednek? Tehát amikor olyat álmodsz, hogy megijedsz, üvöltve ébredsz te is, mint a pasik? Mert ugye mi tényleg tudunk úgy kelni, hogy megijedsz, álmodsz valamit, és fölordítasz, és mindenki téged néz. Nem mondd már, hogy nem volt, hogy felüvöltöttél, hogy nem tudtam, hogy már játszott Balázs! Igen, mindjárt küldöm az ajándékcsomagot, igen. Nem, olyan nem volt, nekem a fejem szokott leesni rendszeresen, tehát volt, mit tudom én, hogy szembe ült velem két kamas srác, és számolták reggel, hogy mit tudom én, a Leheltérnél mennyire járok. 20. Igen, beszélek, hogy Árpád hídnál, és akkor ugyanez, 25, mondom, jó, oké. Tehát, hogy ilyen volt, és mondom a srácoknak, hogy oké, köszönöm, megvan. A Laci, a mi egyik szerkesztőnk, rendszeresen járt régen vonatom. Vecsés Budapest. Négyszer rabolták ki, mert ő annyira mélyen tud aludni. Ezt kérdezzük meg tőle. De négyszer vagy ötször rabolták úgy ki, hogy ő annyira mélyen tud aludni, hogy ő aztán ki leakad a száj, folyik a nyámi, ne? És mindig mindenit elvették a Vecsés-Budapesti járaton. Vecsésen laktak a szüleim, most is, és ott volt házuk régen, már nem, és
állandóan kirabolták. Tehát szerintem róla már tudták, hogy felszáll, ott jön a csávó, egy perc múlva elalszik, és hülyére rabolták, tehát konkrétan majdnem, hogy a cipőjét is, a nadrágját, a kabátját, mindenét elvitték. És ezt egyszer megcsinálod, oké, kétszer, oké, négyszer rabolták ki, vagy ötször. Szerencsétlen. Azért ahhoz mennyire kell már. Rám már utaztak, igen. És fel se ébredsz, ugye? Tehát ebben az a szép, hogy annyira mélyen alszol. Igen. És dolgozni jártunk a mezőhegyesi cukorgyárba, még középiskolába, Battonyán jártam. Középiskolába is hetente egyszer át kellett menni harmadikba. És a cukorgyártásnak az egyik mellék terméke az az, hogy nagyon meleg van. De nagyon-nagyon jó idő volt, és télen átmentél, rohadt hideg, hajnali, négykor kellett menni, mindenki kész volt, és mindig elküldtek bennünket karban tartani, kiket szedjük. Karban tartani, ez már volt. Ki kellett szedni a munkahengereket, ami ilyen levegővel működött, ilyen cukros trutyiból. Nyilvánvalóan kijött az üstből. És az volt a kedvenc szokásunk, hogy amikor letakarítottad a munkahengert, már nem volt rutyis, akkor szépen egy picit így érezted, hogy hív a munkahenger. Hogy megpihensz, megpihensz a munkahenger, és az volt, hogy a műszakvezető viszont egy ekkora villáskulcsal, egy ilyen 40 centis villáskulcsal odaóvatoskodott mellé. Rohadék. Nagyon halkan, és ugye fémből volt minden, és fogta ezt a rettetes kulcsot, és egy irgalmatlan rávágott a fejed mellett a vasra, ami hát el tudod képzelni, hogy egyrészt a hangban őrült, másrészt pedig egy óráig így remegett a fejed össze-vissza, és mondta, hogy köszi főnök, megyünk, tudjuk, elaludtunk. De ott rendszeres volt, meleg, jó illat, cukorillat. Igen, a munkahelyen való elalvás a legkellemetlenebb, főleg amikor lebuksz. Tehát, hogy az nagyon kellemetlen tud lenni, amikor a főnök ébreszt, igen. És amikor ráadásul egy picit meg is ágyazol magadnak, tudod, szépen mindent, látszik, hogy ilyen akkurátusan, olyan műgonddal mindent előkészítettél ahhoz, hogy te most ott egy picit fogsz majd héderelni, és feltűnik a műgonddal. Ez jó, meg más, az tudatos, mert ott ugye akarod, tehát ott tervezed az alvást, ami a másik, a kiinduló híró, ott megvizi világ, hogy véletlenül beugrott a csávó. Na, hát hallgatóink is írnak nekünk történeteket, hogy ki hol aludt már el. Itt van Balázs. Hello Balázs, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello, na, te óvó bácsiként dolgozol, ugye? Igen, így van, egy családi nap közébe, ami nem sokára magánóvoda lesz. Na, az jó. Ott azért lehetsz úgy ágatni egy picit, nem? Vagy ilyen titkos 5 perceket? Vagy hogy csinálod? Igen, így van. Szeptemberben kezdtem elég dolgozni, aztán... igazából az elején még ezt így hagyták a kolléganőim, hát hogy ezt kiéljem magam ebbe. Olvasás után picit így beszoktam aludni a gyerekekkel, úgyhogy... Már hogy amikor ők alszanak délután, a mese olvasás, akkor kicsit te is hunysz. Így van. Neked is van egy külön kis ágyacskád, egy kis poharad, és akkor lefekszel, te nem is leveszed. Nem a gyerekeknek, vagy te is neki vetkőzöl, leveszed a kis cipődöt. Igen, Balázs, mit csinál? Én is lefekszem mellé, te gyerekek. Pihenő, nekem is. De várjál, mese olvasás közben alszol el, hogy és akkor piroska, most... Körbenézem már, mindenki alszik. Nem, olvasok, aztán utána egy picit így van ilyen a telefonomon egy altatózene, és azt szoktam benyomni, és közben én is beszoktam bóviskolni. De csak ilyen 5 percekre, az volt, hogy 20 percre, volt, hogy 40 percre még az elején, de most már abszolút nem csinálom. És feketi 40 percre, és a gyerekek a függönyön ment a számháború, paintballal lövöldöztek, és így elszabadult a csoportban a hát káosz. A többiek, őket már vitték a szüleik. Hát a 7 óra van, óvó bácsi. És hogy ébredtél fel, vagy ilyenkor kiébreszt? Hát ilyen két és fél órát szoktak aludni a gyerekek, de igazából ez 1 és 3 éves korosztály, tehát ilyen bölcsis korosztály. Aha, hát az mi, ez jó. Nagyon kevés nagyobb gyerek van, 3-4 éves, de bölcsis volt, aki így felébresztett. Hát érdekes volt, igen. Felébresztett a bölcsis, de mit csinált? Hát nyomdát nyomott a fejembe, aztán. Na, tényleg? Ez egy jó arc a gyerek, tényleg? Oda ment, nyomott egy nyomdát a fejedre? Kislány. Így van, kis szumis kislány, de olyan kis... elég temperamentumos volt, nagyon nehéz volt elaltatni őt, de aztán visszafektettem, úgyhogy nem volt gond. Mit azóta csinál az óvó bácsi? Aha, nyomok egy nyomdát a fejére, hát ha nem ébred fel. Szigint dugok az orrába, van tehát a lábujjai közé, meggyújtom. Kintőport eszek a popsiára. Na, nálunk így mindennaposak ezek, hogy így összekenjük egymást, picik ezt nagyon élvezik, tehát így, meg főleg velem, mert nagyon engedékeny vagyok velük. De ez jó. Mi bírjuk az óvóbácsikat, ezt már a múltkor is mondtuk, hogy jó az, hogy vannak egyébként, kell a gyerekeknek a férfi energia is, igen. Szerintem sokszor egy pasi sokkal kiegyensúlyozottabb tud lenni, mint egy óvónéni. Így van, ez is hívtak engem most itt szeptemberben, egy ismerősöm felkeresett, hogy elvégeztem az egyetemet ugye júniusban, és hát akkor ott volt még a nyár, aztán... Mondta, hogy van egy melóhely, ahol tudsz aludni. Ja, végre. A 2-2,5 órát lehet legálisan aludni naponta. Igen. Balázs, köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked.
Köszönöm szépen. Hello. Én a Vatikánban aludtam el, két hét turné után egy kicsit fáradt voltam. Arra keltek, hogy a turisták nevetnek és fotóznak. Tamás küldte nekünk. Londonban tartó repülőn aludtam el egy idegen fickó vállán. Ebből én annyit érzékeltem, hogy egy nagyon kellemes másfél órát szunyáltam. A barátom leszállás után mondta, hogy te figyelj már, vágod, hogy a faszi vállán aludtál végig, és meg se köszönted. Ez Európa, gyerekek. De a Pali egyébként jó arc volt, Tamás. Én azért másfél óra után lehet, hogy szólnék. Nem? Meg nem mersz megmozdulni. Te seréljetek helyet, hogy legalább a másik vállalat is. Hagyj üljek már be az ablak mellé, hogy a jobb vállamon is aludjál egy kicsit, mert itt középen a bal vállam már nagyon-nagyon ki van, igen. Igen. Buszadás közben volt pihenőidőm, kicsit fáradt lehettem, mert ahogy rádöltem a kormányra, el is aludtam. Az utasok dörömböltek az ajtón, hogy már 10 perce el kellett volna, hogy induljon a járat, és a kormány csupa nyál volt. Húszaszatyi küldte nekünk. Azt mondja, hogy buszvezető vagyok, a hosszú pirosnál még álmodni is szoktam. Nagyon helyes. A buszvezető azért van napszöveg, mert az utasok... Igen, a buszvezetőn azért van napszöveg, hogy az utasok ne a rózsafűzért szorongatva utazzanak. Írja nekünk egy hallgató. Főiskolám volt, hogy előadás közben elaludt az osztálytársam, úgyhogy letámasztotta a fejét, de olyan mélyen, hogy nem vette észre, kicsúszik a keze a feje alól. Hirtelen úgy lefejelte a padot, hogy majdnem ketté tört. A feje meg majdnem be. Plusz poén, hogy az igazgató helyettes tartotta az órát, én röhögött. Szilárd küldte nekünk. Biztonsági őr vagyok. Sok elalvásom volt már, de talán a legérdekesebb egy napközbeni délben történt, kicsik beteg voltam, megágyaztam, tévét néztem, és úgy bealudtam, hogy jött a nagyfőnök, de nem tudott bejönni, felébreszteni, majd felhívta a kisfőnököt, aki telefonon ért el és keltett fel. Azért egy biztonsági őrnek az jó ajánlás, nem? Szép. Annyira alszik, hogy nem tud felkelteni. Nem tudtam beazonosítani, hogy főnök, ha elegettem be, hát rendben lelke, minden, de vigyázni kell az egységre. Igen. Azt mondja, hogy az országos katasztrófa védelmi épületet újítottuk fel villanyszerelőként. Egyedül töltöttem ügyeletet, a raktárban volt internet plusz laptop plusz XXX film. Aha. Ez az XXX, ez nagykorúaknak szóló, vagy az valami. Elaludtam, majd arra ébredtem, hogy egy vállapos fószer veregeti a vállam, hogy segítsek neki, mert elment az áram az irodájában. Az elég ciki volt. Az azt jelenti, hogy aludtál a pornó előtt, ment a laptopodon a műsor, te meg ráborulva aludtál a klaviatúrára? Belépsz egy ilyenre, azt mondom, mekkora buli volt. Nem? Nézd, alszik. Egy a pornó. Úristen. Csodai cigincs a szájába. Igen. Két átbulizott éjjel után állva elaludtam londinerként a Margit-szigeti hotel bejáratában. Tányérsapkában voltam, horkoltam. Azért az is szép, amikor a londiner alszik, nem? Nálam volt olyan hét, amikor majdnem minden nap 13 és 15 óra között beiktatok egy röpke szundit munkaidőben, a székben hátradőlve, egy kicsit diszkréten, vagy pedig kicsit diszkrétebben az asztalomra borulva. Nem szólnak. De te, nem. Na most itt dőj már hátra egy kicsit, hogy föltűnő lenne. Nézd csak. Azt itt csak rászólsz a Janira, nem? Hogy hello. Kollégám egy banki call centerben dolgozott. Bement az egyik reggel, fáradt volt, felvette a hívást, egy ügyfél elkezdett beszélni, de már nem jött válasz, mert a srác elaludt. Halló? Halló? Itt van még? Adrián küldte nekünk, azért az is kemény, amikor a call centeres elalszik a másik oldalon, igen. Éjszakás héten beleestem a műanyag alapanyagos konténerbe, és elaludtam. Arra keltem, hogy a felszívós ő beszívta az arcomat, mert a kolléga oda nyomta. LSP küldte nekünk. Ha, igen. Feri, én is mindig izgatott vagyok, de ez már viszont nem arra vonatkozik. Na, ez még a szülinapra csak besárgáztam, igen. Jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként nagyon sok jön, tehát elalvása, a munkahelyi elalvása úgy látszik, hogy a legtöbb hallgatónknak. Legtöbb hallgatónknak nem van. Elég, hogy Magyarország iszik munka közben, ezt ugye ezt múlt héten derítettük. Még az is. Lehet, hogy van összefüggés a kettő között. Vagy az egyik, vagy a másik. Igen. Az egyik ismerősöm az utolsó vonattal ment haza Isaszegre. Nagyon fáradt volt, és megkérte a mellette ülő nénit, hogy Isaszeg előtt ébredje fel, ha elaludni. A néni nagyon szívesen megígérte, mert ő úgyis 60-ig utazik. A vége az lett, hogy a srác felriadt, és ő ébresztette a nénit 60-nál, hogy le kell szállnia. Mindenki hallott, jó. Azért az is nagyon szép, igen. Na jól van, tél 8 múlt pontosan 2 perccel. Óven bácsival, Beru nénivel játszunk, úgyhogy lehet jelentkezni a játék után, mármint a hírek után a játékra, mi pedig jövünk Ákos hírei után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pécelnél kisiklott egy tehervonat. Senki ne számítson rá, hogy bejut Gödöllőre. Kaptuk SMS-ben. De kemény. Az igen, az kemény. A Hősök tere után Soroksáron a trafi mindenkit bosszant. A Haraszti úton, Haraszti út felé
a felüljáró mellett van. Egészen pontosan ezt Ati küldte nekünk. Azt nézem, hogy Salgó utca 31 előtt 5:45-kor kint állt már a háromlábú. A lakossági az véget ért, nem? Az annyi az volt, csak ugye? Csak csütörtöktől péntekig, tehát reggel 6-tól, másnap reggel 6-ig tartott, de azt ígérték, hogy lesz még, tehát lehet gyűjteni a helyszíneket. Hogy nagy siker volt, igen, és lehet gyűjteni, tényleg? Nagy sikerre való tekintettel lakossági. Trafi, ismét, 2.0. Igen, önök nagyon szerették, lerakadták szomszéduk elé, mi ebből nagyon nagyot kasszáltuk, rakják le újra. Köszönjük a jó tippeket, nagyon jó volt, sokat kerestünk. Önöknek és nekünk is nagy örömet szerzett a legutóbbi lakossági trafi kihelyezési akció. Önöknek önökért. Egyébként ez lehetne a mottoik, ez jó. Igen. Na, olvasom a híreket, itt a napi bulvárlapot, ez nyilván igaz, nem? Tehát ilyet azért nem írnak meg úgy, hogy nem néznek valakinek utána. Szegény Vézolikával ez történt, igen. Hát reggel az ember elolvassa, hát ilyen szörnyű dolgokra kell bejönni. Ugye valaki nem olvasta volna, talán pont ma jelent meg, itt ilyenkor mi nekünk a hétvége után ilyen 26 darab napi, heti újság van össze-vissza dobálva, és valamelyikben láttam, aztán úgy emlékszem már, hogy a mai dátumot láttam rajta, hogy Vézolika, drága Vézolikánk, és azért mondom, hogy Vézolikánk, mert hogy igazából látták őt azért néhányan a YouTube-on, de igazából, amikor mi elkezdtünk vele foglalkozni, hát akkor 30 ezeren, és utána több százezeren nézték meg, és ezért is beszélünk róla, és ezért is ennyire szomorú a dolog, mert hogy az ő felesége nyilatkozik, hogy Vézolika szívinfarktust kapott. És hát azt gondolom, hogy nem is nagyon kell ennek utána járni, tehát azért ha ez lejön, akkor ez biztos, hogy én már hallottam egy héttel ezelőtt a hírt, de pont az motoszkált bennem, ami benned is, hogy hát ha csak egy ilyen rossz ízű tréfa. Hát minden nap valakinek a halálhírét kelti Facebookon, itt ott az ember már el se hiszi egyébként. Hallottátok, hogy meghalt, ezt hallottátok, terjed a Facebookon, klikkelj rá. De ez most sajnos valóban igaznak tűnik, hogy Vézolika szegény, ugye szívinfarktus szívrohamot kapott. És hát szegényként meghalt. És egy nagyon sajnáljuk. Egyrészt nagyon sajnáljuk, ugyanakkor meg hálásak vagyunk, vagy én legalábbis egy kicsit a sorsnak, hogy megismertük, és mondjuk így az életének az utolsó szakaszában mi annyiban részt vettünk, hogy adtunk neki egy-két fellépési lehetőséget. És jól is érezte magát. És imádta a gyereket. Igen. Oda jött, lubickolt benne. Igen. Egy olyan zenész fiú, aki évek óta ezt csinálja, de inkább csak hobbiból. De hobbiból. Igen. És akkor eljött neki az a pillanat, amikor mi felfedeztük a Balaton című dalt, megmutattuk, és egy ország elkezdte hallgatni. Megnézték, ott volt a mi kitelepülésünkön, emlékszem, hogy reszketett a kitelepülés előtt, hozta a CD lemezeit, hát a Balázs autójában szerintem még van belőle, vagy 8 darab, mert annyit kaptunk, mint az állat, és jött ott egy kicsit remegő kéze, hogy tényleg most ő itt lehet velünk, és egy nagyon-nagyon halálljófej fiú volt, Isten nyugosztalja, de szerintem meg nagyon jó, hogy ezt az utolsó korszakát az életének egy kicsit mi talán bearanyoztuk, hogy a hallgató. Ő többször is fellépett, ugye jött hozzánk Balatonra, és aztán ott volt Debrecenben is. Arra nagyon sokat akkor is jött, amikor nem hívtuk. Tehát, hogy ez csak megjelent, igen, talán ez pont a debreceni volt, amikor szó nem volt róla, de ha már ott volt, akkor gyorsan felléptettük. Igen. Hát nagyon sajnáljuk, és sok erőt és kitartást kívánunk az ő családjának. Egy dalt akkor leadunk tőle természetesen. Jó, 8 óra után most nem fér bele, de hát a Balaton, legyen a Balaton. Legyen ő. Sok dal fűződik a nevéhez, de az volt a sláger. Azt tette őt internet sztárra. Igen, szegény Zolika, úgyhogy hát tényleg kitartást és sok erőt az ő családjának. Mi pedig megyünk tovább, 3:48 múlt pontosan 3 perccel, Uwe bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Uwe bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, kedves Balázs! Jó reggelt, Ferenc, honnan telefonál? Új kígyósról hívtalak benneteket, nagyon is. Ja, te is, hogy lehetünk hárman egyszer? Pont azt akartam kérdezni, ki az a vidám fiatal ember hangot melletted, Janira, mintha a gyermeked lenne, de nem. De hol a hallgató gyerekek? Mi történik? Eltűnt? Meggondoltam magát? Nem is volt meg. Átpártolt a konkurenciához? Akkor csatornát váltott? Akkor a tenkes kapitánya, én tippelni. Akkor keressünk mást, Tudikám.
Átváltottam? Hát megbeszéltük egy másikat az előbb. Én közben váltottam arra, amit te most kitaláltál. Akkor váltsunk arra vissza, amit megbeszéltetek az előbb, mert ránéztem, mondom, inkább legyen a tenkes kapitányom. És most az történt egyébként, hogy a Jani olvasta, gondolom, a SMS kommentet. Zolikát. Zolikát fél füllel hallotta, hogy te mondtad a tenkes kapitányát, hogy legyen az. De még úgy sem hallottam. Beugrott. Még úgy sem hallottam. De visszálltunk egy másikra, az is jó lesz. Akkor rákérdezem. Ne, még egyszer, ne. Művésznő Trécsá, vagy mi van ma reggel? Dumcsizik lehet. Dumcsizik, kicsit eldumcsizta az idő. Nem, bealudt. Téma volt. Bealudt a művésznő. És egy kicsit picit folyik a nyelv. Gondolom, meg kellett vitatni, hogy hol a legszebb a paradicsom. Még csak a palettát ott leszélik. Igen, melyik piac a legjobb. Te Józsikám, ugyanazt a friss májat kapom, mint a múltkor, ugye? Igen. Hol van új hentes a városban? Tehát gondolom, hogy nagyon, nagyon fontos dolgok voltak. Szalontüdőtök van? Gyerekek, Anna mindenkivel. Anna szerintem már tud úgy aludni, mintha beszélne. Tényleg. Telefon. Lehet, hogy... Nagyon jó, megfogod a kagylót, ráfekteted a fejedet, és ilyen mamisan mozog egy picit a szája kicsit a közben. Szerinted alszik egy csomó szemük, ami azt hiszik, hogy beszél. Szerintem simán. Nem. Itt a játékosunk. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, jó. Alexander. Igen, Alexander. Aha. Atyaisten. Szereted ezt a nevet? Vagy ez csak így írtam alá. Egyébként Sanyi, Sasu. Éreztem. Na azért. Az úgy azért igen. Láttam a zárójelet, de gondolom, megkérdezem, igen. Anna ide írta nekem. Honnan hívtál minket? Zsámbékról. Zsámbék. Mit csinálsz ott? Romtemplomtól egy perc sétányira szabadságomat töltöm. Ó, de jó. És épp már így 3-4-8-kor egy jó kis Romtemplomban nyitottál, hogy irány... Nem, de kinézek az ablakon, és akár oda is mehetnék, úgyhogy... Aha, igen. Mondjuk a helyek általában úgy szoktak gondolkodni, itt van tőlem két sorokra, minek megyek oda 10 évben. Így van, ezt nem... Így van. Igen, de te megnézted. És ez egész héten Szabin vagy? Egész héten így van. Jaj, de jó neked. Kivetették, vagy ki kellett, vagy eleged lett kicsit? Nem, így kivettem. Kivettél. De vannak elintézni valók, aztán most ezt az egészet rászánjuk. Na jó. Oké, tudod, hogy szabályváltozás volt Óven bácsi belüléni játékunkban. Annyiról szól a dolog, hogy most már nem csak zenét hallgatnak, hanem sorozatokat, klasszikus filmeket, nagy mozikat, nagy sorozatokat néznek. Ez lehet rajzfilm, lehet sorozat, lehet egyszeri nagy... Mit csoda? Film, eposz. Köszönöm. Egyszeri nagy blockbuster. Bármi lehet, ami a filmmel kapcsolatos, mozival és sorozatokkal. Jó, mehetünk, Sanyi? Igen. Na figyelj, rövid lesz, mert nagyon könnyű. Jó, figyelj. Oké. Okay. Ennyi. Na. Igen. Na jó, lesz egy kicsit hosszabb. Ja, ez még a zaj. Igen. Ha? Mondom, mi a furán indul, nem is emlékeztem erre. Fú, de idegesítő. Kint vannak a mezőn. A mezőn néznek valami? Elvitek és a tületben zizeg. Na figyelj, rövid lesz a részlet, hallgass meg. Nem. Ne? De a kis feleségem, még egyszer meghallgatnám. Jó, ugyanilyen rövid lesz, figyelj, mert nagyon könnyű. Biztos? Fuk. Hó! De szép! Így van! Te nagy vagy. De szép, hallgass meg, hát ez volt. Figyelj. Ennyit mutattunk. Jó, szuper, és hát itt volna a fő téma, így van. Szegény Wolf Kati, ugye? Menekülne már ő ettől, igen. Sanyi, ügyes vagy, a feleséged nagyon, ő meg pláne. Nagyon, ő azért ezt úgy látom, hogy kicsit rutinosabban hallottam. Majd szerintem a gyerek nagyobb lesz, és akkor majd szerintem én is ráhangolódok erre. Hát igen, én mutogattam a Beninek, de valahogy már annyira más az agyuk, hogy így megnézte. Sokkal gyorsabbra van állítva. Na, öreg, ne fárasztál, azt elmen nézni a saját meséjét. Tehát, hogy már valahogy megyek, már... Jó, viszont te végignézted. Persze, mi felnőttek nosztalgikus élményekkel tupáljuk a gyerekre a saját mesénket, de múlt egy frak vagy fél frakot nézette meg a gyerek, így ült. Aha. Na, apuci, akkor nézzetem a saját mesélem, mert még van egy évadom a Homeland-ben. Körülbelül egyébként, igen, a gyerek úgy nézett, hogy nem értette, hogy ki ez a 2D-ben mozgó öreg bácsi kalapban a vizsla után. Küldjük az ajándékcsomagot nektek. Köszönöm szépen. Jó. Hát üzenetek kezdeni, úgyhogy. Nekünk is jó volt. Jó veled. Pihit. Jó pihit, így van. Köszönjük szépen. Ciao, hello. Hello. Nem volt nehéz, nem? Nem, hát ez így iszonyatosan hát nagy én, gyerekek, most. Én a fölvezetésig azért nem, tehát nem táltam volna. Én tudtam, hogy nem ugrott be? Erről? Annyira klasszikus, hogy nagyon sokat néztem gyerekkoromban, nagyon.
nagyon hamar. Ezek a nagy, régi nagy mesék, ez nagyon-nagyon jó. Na jó van, jövünk a hírek után, és egy kicsit komolyabb témával folytatjuk, mert hogy hétvégén történt, illetve nem is pontosan hétvégén, a dátum teljesen mindegy, mert írt a Wolf Kati. Nem menekülnék. Imádom a Vukkot, csak énekelnének helyen. Most látom a telefonomat, igen. Szóval hétvégén történt, és szerintem érdemes róla beszélni, mert egyrészt bárkinek, akinek gyereke van, ez a dolog, ez vele megtörténhet. Kettő, ugye sok szempont merül föl az eset kapcsán, méghozzá az, hogy mit mondasz a gyerekednek, mikor mondod a gyerekednek, hogy készíted föl. Ez egy teniszpálya mellett történt, egy sportterepen, ahol nem csak teniszpálya van, hanem egy sportkomplexum, Dunakeszin. És ismerem a komplexumnak a vezetőjét, aki csinálja a teniszpályát, és ő írta ki ezt az üzenetet a Facebookra, amit ha már csak elolvasol, egyébként szülőként is kiráz a hideg, hogy mi történik, és ahogy látod a híreket, egyébként egyre több van ebből. A történet az tulajdonképpen annyi, hogy állt egy gyermek kint a komplexum előtt, és várta az ő szüleit. És megérkezett egy autó, egy fekete autó, azóta is keresik, letekerte az ablakot, és a 13 éves lánynak azt mondta, ugye a lány egyedül áldogált, hogy szia, ez is ez vagyok, megbeszéltem anyukáddal, apukáddal, hogy nem tudnak érted jönni, én jöttem érted, légy szíves, szállj be a kocsiba. Ijesztő. Döbbenet. Tehát elolvasod a bejegyzést is, és szülőként ez kiráz a hideg. De tényleg. És az volt a nagyon nagy szerencse, hogy a 13 éves lány vagy jól trenírozták, vagy ő már azért nem annyira naív, egy 13 éves már azért kevésbé naív, megijedt, és nemhogy nem szállt be, hanem visszafutott, befutott. Tehát ott hagyta őket, és nem, biztos, hogy ez nem így van, és beszaladt. Nem tudják azóta se, hogy kik voltak, nyilván nem tudják, hogy mit akartak, nyilván az ember csak bele tud gondolni, hogy mi lett volna, ha mondjuk az a kislány beszáll az autóba, de az ügy önmagában egyébként dermesztő. Az hogy kemény. 13 évesen már nem biztos, hogy beszáll. De beszáll-e 8 évesen? Beszáll-e 7 évesen? Hogy engeded el a gyerekedet iskolába, mit mondasz neki, mire készített föl? Megoldás-e az, hogy mindig mindenhova viszed, mert hogy minket se vittek? És egyáltalán ilyen világban élünk, hogy nappal, fényes nappal, fekete lesötétített, jeep áll meg, és azt mondja, hogy gyere, szállj be, mert megbeszéltem az anyukáddal, apukáddal, ma én viszlek haza. Ők nem tudnak érted jönni, de én hazaviszlek. A szüleid mondjuk tudnak róla, tehát még a felépített duma is egyébként jó. Így van. Csak két dolgot megtudsz a szülőről, valahogy, interneten, Facebookon akármi. Azaz. Elmondod a nevét, vagy az, hogy mit. Figyelj, döbbenet. Igen, és elképesztő. És vége, és beszáll a gyerek. Tehát elolvasod, és olyan levert a víz konkrétan. De a kislány nagyon okosan cselekedett. Nagyon okos volt, igen. Aznap az ügy hatására már nagy beszélgetés Bennyvel. További kérdések, hogy mit mondasz el neki, mennyire ijeszted meg, a gyerek kérdezett két olyat, amit majd elmondok, amit nem tudtam neki hirtelen megválaszolni. Tehát nagyon érdekes a dolog vetülete. És az is, hogy most újra valahogy, én nem tudom, olvassátok a gyereket, mintha megint egyre több gyerek tűnne el. Nem? Ott van az a 18 éves fiú, aki most elment azzal ukránnal. Talán. Döbbenetes a dolog. Tehát most, mintha megint valahogy ez így előkerült volna, hogy fiatal gyerekek tűnnek el, aztán nem hallott, hogy meglennének, de dermesztő a dolog. És nem csak pici gyerekek, meg nem csak kislányok, hanem ugye pont ez a srác, aki az ukrán kamion sofőrrel tűnt el, egy jó fizikumú, erős, meglehetősen jó fellépésű srác volt, és majdnem nem tudják, hogy hol van. És nem tudják, hogy hol van. Igen, és isteni csoda lesz, ha egyszer egy szegény előkerül. Hát reméljük, hogy előkerül. Igen, persze. Na, úgyhogy erről beszélgetünk, és arról, hogy szülőként az ember mit tud csinálni, mikor beszélsz a gyerekeddel, ha beszélsz, mit mondasz neki, mennyire ijeszted meg, ha 5 éves a gyereked, megbeszélsz-e vele egy titkos jelszót, felkészíted-e, jobban megijeszted-e a gyereket, ha elmondod, hogy vannak rossz bácsik, és igenis nem szállunk be mindenhova, vagy ez egy olyan világ, ahol el kell mondani. Szerintem szülőként mindenkinek megvan erről a véleménye, és érdekes kérdéseket vet föl a dolog, hogy lehet ezt elkerülni. Elképesztő maga a történet. Úgyhogy erről beszélgetünk Ákos hírei után, 2 perc múlva, pontosan 8 óra. Hölgyeim és uraim, elindul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 15 perccel. Jó reggelt kívánom. Minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk hétfőben. Ma még kicsit hűvösebb az idő, vagy hűvösebb lesz az idő, aztán jön a jó idő, hétvégére már újra kora nyári időjárással. Nem is az ijeszgetnek bennünket, hanem kecsegtettek minket, inkább ezt mondom.
mert hogy tényleg jó idő lesz, viszont ma még hidegfront és a szél miatt a hőérzet is azt sugallja majd, hogy vegyünk magunkra valamit, aztán napról napra egyre tisztább idő vár ránk. Szeghalom, Csaba Metál? Metál Csaba, igen. Szeghalom Csaba Metálnál kék, amiből mérnek. Zoli, nem tudom értelmezni az SMS-t. M35-es 34-es kilométernél a felüljáróról a Pest felől érkezőket fotózzák a rend éber őrei, ezt Tomi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A súlyos baleset a 4-esen Albert Irsánál, teljes útzár lesz, most történt, még nincs a helyszínen se a rendőr, se a mentő, úgyhogy aki tud, kerüljön, mert pillanatokon belül nagyon nagy dugó lesz. Pécelnél kisiklott egy tehervonat, senki ne számítson rá, hogy bejut Gödöllőre, ezt is SMS-ben kaptuk, valamint a Hősök tere után Soroksáron a trafi a Haraszti út felé van elhelyezve, és egészen pontosan a felüljáró mellett van. Attila küldte nekünk ezt is. Ha valaki lát valamit, tapasztal, észrevesz, akkor küldje nekünk, jó? Mi a helyzet a rakpartokon, a hidegkon, az autópályákon, az autóutakon és mindenhol máshol. Na, még mindig kapunk elalvós SMS-eket, de az a 7 órás témánk volt, azt lezártuk. Köszönjük szépen. És egy érdekes dologról beszélünk, akinek gyereke van, érintett lehet a dologban, vagy azért, mert pici mégis aggódik, vagy azért, mert nagyobb egyedül közlekedik. És hát bizony, az is egy jó kérdés, hogy régen volt-e, nem volt-e ez a helyzet, ami most van, minden esetre el kell kezdeni a gyereket felkészíteni bizonyos élethelyzetekre, mert hogy sajnos újra egyre többször halljuk, hogy eltűnnek gyerekek, most az utóbbi pár hónapban újra rengeteg eset borzolja a szülőkedély állapotát szerintem. Ugye itt volt ez a fiú, akiről beszéltünk, a 18 éves srác, és hát egyre többen. És ott egyébként az a megdöbbentő, hogyha emlékeztek, ezeket mutatták is, ezeket a felvételeket a televízióban, hogy konkrétan ipari kamerás felvételek vannak az ukrán kamionsofőrről, akivel eltűnt Patrik. És mégsem tudják beazonosítani. Igen. Bocsánat, csak ma elmondom az esetet, hát ha valaki nem hallotta a felvezetést ugye a hírek előtt, ez Dunakeszin történt egy sportkomplexum előtt, kiírta egy szülő, hogy mi történt, mert hogy hát az eset megdöbbentő. Ő azt írta a Facebookon, hogy többször is látta, hogy a gyerekek az egyesület kapujában várnak a szülőkre, és írja a szülő, hogy ma először és utoljára kislányomnak is megengedtem, hiszen csak pár percről volt szó, és késésben voltam a forgalom miatt. Megengedte, hogy a klub előtt várakozzon. Tehát nem kijöjjön az épületből. Igen. Ő fölhívta egyébként a gyerekét, a lányát, azért tudom, mert ismerem a komplexumnak a vezetőjét, jobban vagyunk, és ő mesélt el, illetve így hívtam fel, hogy ez velük történt-e, vagy egy ott sportoló gyerekkel és szülővel, és mondta, hogy hál' Isten nem velük, de hogy ő osztotta meg. És ő azt mondta a kislányának, hogy nem sokára ott vagyok, gyereki nyugodtan a komplexum elé, eddig ez nem volt megengedett, a kislány mindig bent várakozott. És egy perc várakozás után megállt egy fekete terepjáró, és kiszállt egy 25-28 év körüli jóképű férfi. A társa egy kopasz, tetőtől talpig tetovált volt, a jóképű férfi odaszólt a kislányomnak, hogy szia, és itt jön a megdöbentő rész, anyukát felhívott, és azt mondta, hogy nem fog ideérni, vigyelek én haza. Én anyukád jó barátja vagyok, légy szíves, szállj be a kocsiba, és hazaviszünk. Azért ez durva. Nagyon durva. Ez durva. Igen, szerencsére a kislánya már fel lett készítve ilyesmikre, ügyesen megoldotta a helyzetet, a szövegével, és visszafutott az egyesület kapuján belülre. Nagyon súlyos. Fényes nappal, gyerekek. És hát, hogy egyszerűen ezt elolvasod, és a szülő vagy, akkor beleborzongsz, kiráz a hideg. És valahogy ebből a felosztásból, ebből a kopasz, tetovált, nagy darab sofőr, és a jó megjelenésű, megnyerő modorú, szimpatikus fiatalemberből úgy tűnik, mintha ezek ilyen valamiféle profik lettek volna. Tehát, hogy nem egy ötlet szülte. Hogy nem egy ötlet szülte ezt a leszólítást. Igen, hát ezt a dolgot elolvasod, ha nem készítetted föl a gyerekedet, aznap este elbeszélgetsz velem. Nekünk már több ilyen beszélgetés volt a Bennyvel, de ugye meg kell várni, amíg a gyerek ezt egyáltalán nem csak, tehát megérti, és nem csak megijed, és rémálmai lesznek, és... Hogy nem csak kedves nénik meg bácsik vannak. Hogy nem csak kedves nénik meg bácsik vannak, és ugye szörnyű a dolog, de hogy... Pont a Benin tapasztaltuk, hogy el kell kezdeni vele megértetni, hogy ne, a világ nem olyan, mint amilyennek egy gyerek gondolja. Elmondtad neki a lehetséges verziókat, hogy mi történhet? Én elmondtam neki ezt az esetet, nagy szemekkel nézett rám, beszélgettünk, és aztán olyanokat kérdezett, amit nem tudtam megválaszolni. Azt kérdezte, hogy elmondtam neki, hogy mi történik, megbeszéltük, hogy mi a jó eset, mit kell ilyenkor csinálni, mit csinált a kislány. Majd megkérdezi, hogy apuci egyébként miért, ha beszállt volna a kocsiba, akkor mi van? Na ez az. Mi történt, mi történt volna a kislánya beszáll a kocsiba? És én itt azt gondolom, hogy nem szabad a lehetséges verziókat felvázolni. Igen. A gyereknek. Szerintem elég bőven annyit mondani neki, bocsánat, hogy szabad meg, csak hogy
hogy elvisznek, és nem fogod többet látni, se anyut, se aput. Szerintem ennél többet nem is szabadna neki mondani. Mert megállt a kanál a kezemben egyébként, nem tudtam, hogy mit mondjak, mert ugye nem tudott, hogy De ugye hát utána úgy is kiszállhatott volna, kérdezi a gyerek, aki nincs tisztában az igazán rossz fogalmával még mindig. Nyilván azt gondolja, hiszen hazaviszik az anyukájához, ugye? Mm-hmm. Igen. Mert hogy egy kicsit ez van gyerekfejjel benned. És hát ültem, és azon gondolkoztam, hogy úristen, milyen ez a világ. Nyilván a mi gyerekkorunkban is volt ez, akkor ugye az elcsalás volt, emlékeztek arra, hogy nehogy elcsaljanak. Hát ma már ennél durvább dolog, nem elcsalnak, beültetnek egy kocsiba, és valószínűleg soha többet nem kerülsz elő. De hogy egyáltalán mit mondasz a gyereknek, ugye megbeszéled vele persze, hogy akkor legyen jelszó, ugye ez egy nagy közhelyre, hogy ez tényleg működik. Én nem beszéltem meg vele jelszót, mi azt próbáltuk vele megértetni, vagy kivel, hogy nincs olyan eset, hogy nem mi, vagy nem olyan, akit te ismersz. Aha. Tehát, hogy effektívan nem ismered, nincs jelszó, nincs bármi. Én a jelszóba se hiszek, nem azért, mert hogy beletrafál, hanem mert kimagyarázza, mond rá egy szellemeset, meggyőzi a gyereket, hogy azért nem tudom a jelszót, mert egyébként nem tudom, a gyerek naív, 6-8 évesen elhiszi. Most nem kamaszokról beszélünk, akik ezen átlátnak, tehát az se jó. Én nem hiszek abban. Szerintem a legjobb az, hogy elmondod a gyereknek, hogy figyeljetek, vagy figyelj, nincs az az élethelyzet, hogy nem a nagyi, nem a másik nagyi, vagy a nagypapa, vagy bárki olyan, akit te ismersz, nem szállsz be. És ezzel párhuzamosan nyilván az óvónének, vagy a dadusnak, vagy a... Azonnal visszarohanni, igen, hozzá. Elmondod azt, ugyanezt, hogy nincs olyan, hogy de a gyerekért küldenek valaki, de azt csak... tudják, az ott lista van, hogy ki viheti el, tehát az óvónének az óvodában tudják, hogy vadidegenek nem adják oda, tehát az óvónén nem kell erről felkészíteni, ő tudja, hogy vadidegenek nem adhatja meg oda. Kell adnod, tehát meg kell adnod az elérhetőséget, tehát óvónéni nem adja oda idegeneket. Nálunk tehát is ugyanez az iskola, óvói, ott lista van, tehát ott bejön a Józsi. Ez igaz, de mert akkor normális esetben viszont az óvónő nem tud, tehát hogy gyakorlatilag az óvónő tudta nélkül nem vihetnek el egyet. Azért nem óvónéni, mert ez lehet uszoda, ez lehet buszmegálló, ez lehet parkoló, ahol te vársz, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy ez lehet egy sportklub. Igen, ez de lehet pici egy... gyerek azért ezeken a helyeken nem fordul, meg kísérő nélkül. A pici gyerek nem, igen, na, de persze. Hát itt egy 13 éves lányról van szó, ugye? Igen. De lehet 8 éves, lehet 10 éves, kijöhet az úszásról, állhat az edzésen. Állhat úgy az edzés, hogy egyébként 8 éves, mert az apja tudja, hogy 5-kor végez, és 5 óra 10 perc ér ide, és 5 óra 2-kor a gyereket beültetik egy kocsiba. Igen, a 13 évesen igen, csak most egy oldásról beszél. Igen, de hogy szóval mit mondasz neki, nem? Hogy mondod el neki? Hát fel kell erre készíteni a saját gyereket. Eljutottunk oda, hogy erről egy 5 éves gyerekkel el kell kezdeni elbeszélgetni, hogy nem szállunk be a kocsiba. Fel, ami érdekes volt, ugye, amit te mondtál, Jani, hogy mit mondasz, hogy mi a vége, ha beszállsz az autóba. Mert nyilván nem hozhatod rá a mumust, az ördögöt ezzel, hogy úristen, és én ezt akartam pont megkérdezni, hogy azt tudjuk, hogy egyébként, és félve teszem fel a kérdést, hogy mi a vége, ha beszáll. Megdöbbentő történeteket olvasol, hova tűnnek, mi történik velük, nem kerül elő, hova megy, szerbkereskedők, tehát egy szörnyű. Tehát szörnyű, amit hallasz. Hát hol van ez a 18 éves gyerek, aki eltűnt ezzel az ukrán pasival? Én azt sem értem, hogy egy magyarul nem beszélő, kézzel lábbal mutogató ukrán férfi, vadidegen emberen miért megy el, de ez szegény, tehát hogy hol van? És megtalálták a cipőjét. És hetente, naponta olvasom a híreket vele kapcsolatban. Láttam többször a zokogó édesanyját nyilatkozni, és reménykedik benne, hogy előkerül, hát bárcsak előkerülne. Tehát, hogy és mennyire? Egy ukrán pali. Akit életükben először láttak. Na mindegy. Szóval, hogy itt például az oldalnál, vagy egy óvodáskorú gyereknél, az durva, hogy belegondoltok, hogy arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy tiszteljék a felnőtteket, hogy bízzanak bennük, hogy szeres. Tehát, hogy nyitottak legyenek. Ehhez képest meg ugye a világ sajnos körülöttünk nem olyan. Igen. Hogy ezt támasztaná alá, mert vannak benne olyan emberek is, akiktől akkor egyáltalán nem a jót kapják a gyerekek. Két megdöbbentő dolgot hallottam, az egyik az állítólagosan a párizsi Disneyland. Nagyon-nagyon-nagyon sok gyerek tűnik el. Tehát ezt többen megerősítették olyan vonalról, rendőrségi vonalról, hogy nagyon durva. De hogy kimentek a Disneylandbe? Hogy kimész a Disneylandbe, és nagyon, nagyon sok gyereket visznek el a Disneylandből, igen, mert hogy leválik, ott van, elbizonytalanodik, kiviszik őket, jönnek, kidolgozott technikák vannak, hogy milyen gyereket keresnek, hogy választják le a szülőről, hol veszik át a gyereket. Tehát, hogy Disney, és ugye nagyon erősen dolgoznak a franciák azért azon, hogy ez ne jusson nagyon tudomására senkinek, de hogy életveszély állítólag. Tehát nagyon kell vigyázni. A másik, hogy Isztambulban a plázák már, ezt szintén ismerős, saját szemével látta, ki van plakátolva, hogy egy perce ne engedd el a gyereket kezét, mert nem biztos, hogy előkerül. Az milyen? Az milyen? Hogy óriás plakátokon hirdetik már Törökországban, hogy előfordul, hogy többé nem látod a saját gyerekedet, ne engedd el a kezét.
hogy azért ez egy egészen elképesztő. Na, de mikor kezded el? 5 évesen elkezded? Te elbeszélgettél velük? Igen. Mit mondtál? Mi ezt már, várjál, mikor vettük elő? Tavaly előtt vettük elő először, és én is ugyanazt csináltam, mint a Jani, hogy elmondtam azt a dolgot, hogy ha elvisznek, akkor már végét nem mondtam el, hogy mi lehet belőle, és ugyanez a kérdés jött, mint a Benitől, de hogy miért baj az? Hát nyilván ő haza akar hozni hozzád, hiszen ez rendes. És mondtam, hogy igen. nem akar hazahozni. Hogy győzd meg a gyereket az ő észjárásáról, igen. Nem, igen. Hogy legyen, nem is tudom, gyanakvóbb az észjárása. Igen. Hogy próbálj meg mögé gondolni, de hát ő a kis 5 éves agyával nem akar mögé gondolni, mert ő még tiszta, egy rendes gyerek, érted? Nem jut ez eszébe. És én is ugyanezt mondtam, hogy csak olyan, akit ismersz, és ha bármilyen történik, akkor azonnal vagy vissza az óvodába, ha ez ott történik, vagy be egy boltba, vagy nem tudom mi, de ugyanakkor meg ebbe se vagy biztos, hogy akkor most ezzel jót teszel, jót cselekszel. Jót. Én szerintem igen. Tehát inkább egy kicsit ijedjen meg, mint az, hogy ne készítsd erre föl, mert óvod a lelkivilágát, és aztán 8 évesen beül valaki ez. Aha, jó, tehát valahogy készülni kell. Szerintem igen, tehát valahogy erre neked nagyon fel kell készülni. És ugyanakkor meg 5 évesen, 7 évesen, 8 évesen már azt ültetett bele a gyereket. Bizalmatlanságot. Igen, bizalmatlanságot. Ilyen rohadt a világ, hogy sajnos ezt bele kell ültetni. Tehát 2 választásod van, vagy megőrzed a gyermeki létét, és de jó, mert gyerek, és nem gyanakszik, és tényleg a játszótéről elcsalhatják, és elviszik, és kap egy ajándékot, és elmegy a bácsival. Vagy nagyon hamar, kicsit megijeszted ezzel ugyan, tehát én láttam a Bennin is egyébként, megviseli ez a sztori, mert nem tudja hova tenni az ő értékrendje alapján, de inkább legyen ezen túl, és ugorjon be neki a kellő pillanatban, mint hogy ezzel te nem vértezted föl, és mondjuk nagy Isten beszáll egy 8-10 éves akár, mert hogy egy 13 éves kamasz, ők azért már ugye okosabbak. Igen, csak ott meg egészen másért utaznak már rájuk sajnos. Nálunk például, azért megvannak ezek a különböző kis biztonsági előírások a Virág számára, például ő egyedül soha nem jön haza az iskolából, mindig legalább 3-an mozognak együtt, akármilyen ilyen bizarul is hangzik, de ez tényleg így van, pedig tőlünk csak néhány utcányira van az iskola, ők mindig együtt mozognak, együtt jönnek haza, és akkor szépen mindig, amikor valaki hazaér, hála Istennek, mi csak néhány utcára lakunk így a barátoktól, barátnőktől, van még egy ilyen riadó láncszerűség is, tehát Móni folyamatosan kapja az SMS-eket, hogy hol látják a virágékat, hol tartanak, stb. Azon kívül természetesen ott van nála is a telefon, én egy ideig nagyon óckodtam a telefon ellen, minden másokból kifolyólag, de a Virágnak is van már telefonja, amin keresztül folyamatosan csekkol. Ja, hát szerintem alap. Az alap kell, hogy legyen. Sajnos, igen. Nem létezik rajta, hanem alap. Tehát az, hogy a gyereknél legyen telefon. A Viki megnézte az összes beszerezhető GPS-t, amit egy gyerekre lehet akasztani, órába, ide-oda, minden a gyerek úgy meg fog menni, de nyakad a legcsipre. Tehát aznap este megcsipeltük a gyereket, minden van, rejtett GPS, a homlok a villó, lenyelettünk vele 3 GPS-t, de minden. De egyébként szülőként, aki szülő, az tudja, hogy elolvasol egy ilyet, és tényleg a hidegráz. Egyedüli biciklizés, egyedüli játszóterezés nincsen. Tehát olyan nincsen, hogy mi úgy engednénk el, hogy akkor ki akar menni biciklizni, és akkor nem. De, gyerekek, de nem tudsz kiengedni egy 12-13 éves biciklizést. Hogy... 8 évesen egyedül bringáztam. Igen. De ugyanúgy elvitte a gyerekeket, akkor mi változott? Hát nem ennyit valószínűleg, vagy a mi hír változott? Nem. Nálunk hogy ismerték 13 éves... apámat. Igen, mert téged ki akart, téged mindig visszavittek. Igen, hogy gyorsan. És semmi baj, leporolom. Téged sokszor elvittek, de megtudták ki az apát, mindig visszavittek. De oda jutottunk, hogy 12 évesen a gyerek nem biciklizett egyedül? Oda, igen. Az a baj, hogy oda. De közben kell, de hogy adsz a gyereknek önállóságot? Hogy indítod el? Hogy neveled arra, hogy felelj magadért, szállj föl a buszra, szállj le a buszról, legyél önálló, nem mindig viszünk A-ból B-be, felnőttként kezdünk el kezelni. Hát 12-13 évesen egyedül közlekedtünk. Fölültél metró, villamos, használtad a BKV-t. Hát 10 évesen egyedül közlekedtem. Na, majd most nem volt ilyen durva a világ? Hogy tehát mi változott? Nem, valahol nem egyébként nem volt. Nem volt ennyire durva. De akkor is. Hát, vagy a hírszolgáltatás nem volt ennyire gyors. Nem hallottad ennyire, igen. Igen. De ott volt például ez a, pont Viki említett ezt a szervkereskedelmet, hogy akkor nem volt például ilyen. Tehát, hogy egészen más okokból kifolyólag rabolják el, meg viszik el ezeket a gyerekeket. Illetve más okokból is. Szóval, hogy valahogy romlott a betegebb ez a világ, mi körülöttünk van. És szörnyű kimondani, de tényleg meg kell ijeszteni egy gyereket idézőjelesen. Szülőnek lenni egy folyamatos, permanens rettegés is. Ja, hogy ne. Hát ez kiítja a gyerek a szemét az újszülött hoztán, és onnantól kezdve kész. Tehát egy más ember vagy. Persze. Van egy hallgatónk. Halló, jó reggel. Dia, hello. Sziasztok, hello. Na, volt hasonló helyzeted?
Nem hasonló helyzet, hanem inkább arról szeretnék veletek beszélni, hogy egy 5 és egy 8 éves gyerekem van, és a 8 éves ugye másodikos egy megyei jogú városiskolájában, ahol alakult egy szülőklubja nevű csoport, ahol egy pszichológussal szoktunk havonta egyszer összegyűlni. Igazából az első ok, a téma, ami összehozott minket, az az volt, hogy ő egy szexuálpszichológus, tehát hogy a szexet hogyan vezeti be az ember, mint témát egyáltalán egy ekkora gyerek életében, és aztán természetesen minden egyéb téma is szóba került. És ennek kapcsán jött az szóba, hogy a jelszó, ugye, amiről ti is beszéltetek, de ez csak egy csepp a tengerben, mert tanultunk még egy olyan technikát, hogy meg kell tanítani a gyereknek, hogy üvöltsön, fusson és dobjon el mindent. Ez teljesen ellentmond annak, amire az ember így szocializálja. De ez szörnyű, hogy a gyerekedet arra tanítod, és azt mondod el neki, hogy 8 éves a világról még szépen gondolkod a gyereket, de rontasz el, így nem rontod el, hogy mondod neki, üvöltsél, fussál, menekülj, ha oda jó hozzá. De sokszor az életét mentheti meg. Nyilván, de akkor konkrét események is jöttek szóba, hogy egyes anyukák miket meséltek, nem is gondoltam volna, hogy rendes családok, tehát úgy értve, hogy akiket ismerek, de erről eddig nem volt szó, ott mégiscsak elmentek így a kis szűk körünkben, hogy bizony volt már arra szükség, hogy a gyereknek ezt a taktikát muszáj lett megtanítani. Hogy megpróbálták volna elvinni a gyereket? Konkrétan igen, tehát érezte, hogy követik, konkrétan jött valaki, aki nem kellett volna, hogy hazavigye, és akkor megtanultuk azt, hogy a gyereknek, ugye megkért minket ez a pszichológus, hogy üvöltsön valaki ott közülünk, szülők közül, és tudod, mindenki néz egymásra, hogy de hát nem üvöltünk, mert nem illik. És próbáljuk meg ezt egy 5-8 éves gyerekkel, már ők se feltétlenül tudnak üvölteni, mert ők is arra vannak szocializálva, hogy csöndbe leszünk otthon, nem üvöltünk felnőttek társaságában. Ne hangoskodj, ne üvöltözve, igen. Pedig ez abszolút életmentő, mert ha valaki visszahúzódik, csöndbe marad, lekusad egy sarokba, és felveszi az áldozat szerepét, sokkal könnyebben bántják őt, sokkal könnyebben kihasználható, mintha üvöltés közben szalad. Tehát el kell dobni mindent, mert a másik, amit megtanítasz a gyereknek, hogy vigyázz az új ceruzádra, vigyázz az új ruhádra, cipődre, ne hagyd el a nem tudom én tornacuccodat. Mindenki ragaszkodik hozzá, szegény fogja a nehéz iskolatáskát, ahelyett, hogy eldobná és könnyedén futna, szaladna, nem érné utol senki. Érdekes, amit mondasz egyébként, igen. Ha nekünk ezt ez a pszichológus tanította meg. És te jelszót tanítasz a gyereknek, vagy jelszót tanítottál? Így van, jelszón is túl vagyunk, az 5 és a 8 éves is tudja egyébként. Szerintem lehet azért abszolút, tényleg nem életszerű, de nem lehet erre felkészülni. Jó. És miért mondtad volna az alma? Mi más? Hát természetesen az alma. Tehát, és az, aha, de még a jelszónál nem jobb az, hogy figyelj, nem fordulhat elő, hogy nem megy érted olyan, akit ismersz. Nem, ilyen nincs, hogy nem fordulhat elő, mert mi van, ha igen? Tudom, hogy szörnyű tényleg, de soha nem lehet tudni. Ne legyen rá soha szükségünk, én ezzel úgy vagyok. Lehet, hogy az életben nem lesz erre a jelszóra szükségünk, de van. Hát ez érdekes, olyan, persze. Igen. Ja. Hát ez kemény. De mondom, ez a fusson, üvöltsön és dobjon el mindent, ez szerintem még fontosabb. Azt is megtanítottad már a gyerekeknek? Így van. Erről naponta, ha nem is naponta, de mondjuk 2-3 naponta szóba jön, hogy tudod, mit kell ilyenkor csinálni, nem ér, ugye kapnak egy új valamit, akkor mondom, hogy igen, vigyázz rá, de tudod, hogyha ilyen eset van, akkor dobd el nyugodtan. Tehát ezen nem újjon. Durva, hogy oda jutottunk. De és arra mi a véleményed, hogy mi gyerekként mentünk? Minket leküldtek bringázni, igen. Én egyedül bringáztam, közlekedtem, hogy nem volt egy sokkal lazább világ azért, akkor is tűntek el gyerekek, meg csaltak el gyerekeket, nem? Igen. Főleg én mindig is vidéki nagyvárosokban éltem inkább, tehát ott meg abszolút, tehát tényleg ismertük egymást nagyon, de hát igen. Nem örülök neki, igen. De ez van, tehát most erre kell felkészülni, és én úgy gondolom, hogy ez nem egy nagy dolog. Ez egy 5-8 éves gyerek ezt már simán megérti, és inkább megelőzésből legyenek ezek a taktikák, igen. Aktívak. Ja, köszi, hogy elmondtad, érdekes volt. Köszi. Köszönöm. Ciao. Hello. Na, a rengeteg SMS jött, vannak olyanok, akiket megpróbáltak elvinni, vannak szülői tapasztalatok, és hát mindenki mondja, hogy szerintem mi a jó. Úgyhogy mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Kicsit komolyabb a téma, de kell vele foglalkozni, főleg, hogy apropója van. Egy újságot, aki nyit az ember, akkor az sajnos ez most már naponta hallja, hogy tűnnek el gyerekek. És az a baj, hogy nem is tudod, hogy hova, a rendőrség is csöndbe van, látják ezeket a fekete autókat, sose tudod meg, hogy mit akartak, nem jön elő egyértelműen valaki azzal, hogy igen, viszik őket, vigyázzanak, szervkereskedők vannak az országban. Sose hallod. Mindig a puhulás, a puhítás, a hallgatás megy, nem? Tehát szülőként is van egyfajta információisséget, hogy hova a fenébe tűnik el ennyi gyerek. Meg lesznek, nem lesznek, megtaláljuk, folyik a nyomozás. Renget semmit nem tudsz igazából. Úgyhogy jövünk mindjárt a folytatással és az SMS-ekkel. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, vagy nem múlt lesz, 2 perc múlva. Hát gyerekek, jövőre 40 vagyok, lassan csak megtanulom az órát, nem? Ennyi, hát legalább most már ott vagy, hogy fejezd. Tehát most már felejthetsz is.
Érted? Ha tudtad egy darabig, most megint elengedett. De hogy érted, most már legalább le fogsz csodálkozni, hogy nálunk is vannak időnként ilyen kiagyások. Igen, ez már a demencia jelei, szépen lassan, igen. Bár jövőre csak 39 túloztam, azért az nem mindegy. Na. Nem mindegy, még mindig nem 40. Kapaszkodhatsz ebbe. Igen, még mindig nem 40. Na, kicsit komolyabb a témánk, így hétfő reggel. Nem nagyon szoktunk hétfőn komolykodni, ez teljesen tudatos döntés, hogy hétfőn kicsit könnyedebben rúgjuk be a hetet, viszont történt valami hétvégén, és pontosan erről beszélgetünk, hogy készített föl a gyerekedet arra, hogy ne szálljon be idegen autóba, ugye az esetről már mindenki hallott. Ez a dolog Dunakeszin történt, és az Egyesület kapujában várakozott egy kislány, megállt egy autó, és megpróbálták beültetni az autóba. Azzal a mondattal, hogy anyukát felhívott, és azt mondta, nem fog ideérni, vigyelek haza. Anyukád jó barátja vagyok, légy szíves, szállj be a kocsiba, hazaviszünk. Jó a Duma, a bizalmat kelt, ki van találva, jó az arc, aki kiszállt, idézőjelesen természetesen, a rossz, a kicsit a tetovált, a jóképű, aki kedves, tehát fel van építve a dolog. És ugye arról beszélgetünk, hogy a gyereket hogy véded meg, mikor készített fel, milyen módszereid vannak. Lehet az még, hogy 8 évesen a gyerek egyedül biciklizik, mint a mi korunkban, vagy nem lehet. Mehet-e 10 évesen BKV-val, ha közben lehetőséged van elvinni háztól házig. Sajnos olyan világban élünk, hogy már minden tényleg át kell gondolni. Nagyon sok SMS jön egyébként. A témánkhoz hozzákapcsolódva szülők írnak nekünk leginkább. 29 éves nő vagyok, a mai napig nem szállok be liftbe kettesben idegen férfival, a szüleimmel sokat beszélgetünk mai napig. Az a baj, hogy ma már a tévé neveli a gyerekeket. Puszi, Anita. Nekem a legnagyobb félelmem az, hogy az Oving körül két havonta gyanús alakok felbukkannak, nem tudom őket hova tenni, folyamatosan figyelem őket, egy rettegő szülő. Tavalyam a fiam eltűnt a harmadik szomszédba, a rendőrséget hívtam sírva, hogy eltűnt az 5 éves fia, mert rendőr röhögve kérdezte, hogy tud eltűnni egy 5 éves gyerek. A szomszédban volt, de mi lett volna, ha nem? Ez Zsu kérdezi tőlünk. A mi családunkban van egy mondás, inkább a gyerek sírjon negyed órát, mint te egy életen keresztül. Igen, ez jó. Júlcsi küldte nekünk, igen. Vegyétek meg a Titok Tündér sorozatot a gyerekeknek, mese formában készít fel a gyerekeket az ilyen helyzetekre, isteni. Ezt Krista írta. Egyébként nem tudom, hogy miért nem alap ma már egy ilyen szörnyű világban, hogy az ember érti, hogy trafizni kell. Meg tök jó, hogy ezeket kirakják, és minden nap 600 helyről olvasod, hogy van a gyorshajtók, mert a rendőrség trafizik. De hogy ugyanakkor nem lenne feladata, nem is a rendőrségnek, nem tudom, az önkormányzatoknak, az államnak forrás biztosítani, hogy alap legyen az, hogy minden óvoda, minden iskola, és ahol gyerekek vannak, az ma már a 21. században minimum, hogy be van kamerázva. Aha. Nem? És bekötve a rendőrségre. Tehát ez innen kéne, hogy induljon. Hogy erre egyszerűen el kéne különíteni pénzt. Nincs az, hogy valahol egy gyerek beszáll egy iskola előtt egy fekete, mit tudom, Merci Jeep-be, és nem tudjuk a rendszámát, és nem tudjuk, hogy hova tűnt. Erre csak egy nyilván erre félre kell tenni pénzt, de nem történhet meg, hogy ezek az intézmények ma már ne legyenek az utolsó utáni faluig, és az utolsó utáni 6 létszámú kis óvodáig is bekamerázva. Ott nem? Van az ukrán kamion sofőrös eset, akiről van felvétel, azt nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. Bankkártya adat van róla. Érdekes ez, hogy a bekamerázod, oké, és... Bankkártya adat van erről az ukráról, és ja. Nincs meg, és nem mondanak, igen. Senki nem mond semmit. Igen. Senki nem mond semmit. Hogy hol van. És ha kamion, mert ő ugye azt állította, hogy kamionos. Most, hogy tényleg volt ott egy kamion, akkor azért azt a járművet is látni kellett volna valahol. Itt van velünk Klári. Hello, Klári, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, ez egy családi baráttal történt, amit el akarsz mesélni? Igen. Na, mesélj. Hát az történt, hogy ők vidékiek különben, és egy budapesti sportcsapatba átigazolt a lányuk, 16 éves volt akkor, és a Szénatérre lévő bevásárlóközpont mögött van egy leánykollégium, és ment haza edzésről a lány, és elkapták a járdán 3 férfi, és be akarták tuszkolni egy autóba, ami körülbelül egy 3-4 autóval arrébb állt. És hát ordítozott a lányuk, tehát nagyon jó lélekjelenléte meg volt, ordítozott, hogy engedjék el, fenyegették, hogy megölik, stb. Nem magyarok voltak, akcentussal beszéltek, és az volt a szerencséje, hogy ott volt egy buszmegálló kicsivel arrébb, és ott állt 3 ember, egy idősebb úr, egy fiatal srác és egy hölgy, és képzeljétek el, hogy volt lélekjelenlétük, vagy inkább bátorságuk, hogy elkezdtek oda rohanni, és kiabáltak, hogy mit csinálnak a lányal, mit csinálnak, és így engedték el. És annyira felháborító, mert ugye kihívták a rendőrséget, a szülők egyből jöttek fel Budapestre, és próbáltak ugye intézkedni, stb. És az volt a legfontosabb a rendőröknek, hogy biztosan kirívóan viselkedett a lány, és hogy tehát abszolút nem úgy foglalkoztak ezzel a témával,
idegeneknél is ugye fölháborít az embert, mert engem nagyon megviselnek ezek, amikor ilyet hallok, de hogy egy ismerőse konkrétan történik, és ugye tapasztalod, hogy, hogy ez, ez tényleg létezik, ez egyszerűen, egyszerűen felháborít. És hát igen. Figyelni kellene ezekre a helyekre, hogy ott egy lány kollégium, és azon a környéken ilyen történik, hogy ezeket az embereket kifigyeljék, hogy kik csinálják ezt, és kik ezek. És ezzel foglalkozniuk kellene szerintem a hatóságnak mindenféleképp. Igen, igen. Sokszor az ellenkezőjét hallod, sajnos, igen, hogy nem történt meg maga a rablás, akkor ki se jönnek. Jó, hát megpróbálták, igen, nincs elég ember. Igen, és hát ez szerintem szörnyű. Hány tényleg, amiről beszéltek, hogy hány gyerek tűnik el, és ki tudja hova. És hova tűnnek, és, nem? Tehát, hogy igen, mi lesz velük? És pont azon gondolkozom azóta is, mikor mindig eszembe jut felháborít, mert azért is örültem, hogy tudok veletek beszélni, mert engem azóta is nagyon-nagyon bánt ez a dolog, mert hogyha akkor nincs az a három ember, akkor mi a mai, tehát mi már nem látjuk a lány soha többet. Ezért is ez egy követendő magatartás, mert sokan azért nem akarnak úgymond belekeveredni egy ilyen esetben, mert megijednek, félnek. De hogyha mondjuk például egy idős ember esetében, vagy egy idősebb ember esetében, aki mondjuk fizikálisan nem olyan fellépésű, itt is szerintem az lenne a minimum, hogy mondjuk a telefonját előveszi, és látványosan felvételt készít, úgymond az esetről, vagy ilyesmi, hogy oda kiabál, persze megpróbál meg, de hogy nehogy esetleg őt is megverjék, vagy ilyesmi, nyilván ez is benne van sajnos a pakliban, de ott van mindenkinek a telefon. Hát az előző, a Dia is mondta, hogy üvölteni, tehát ugye, jó, ez egy jó megoldás. És ráadásul az volt a gond, hogy a szülők, tehát annyira bántott őket, hogy nem is tudták, hogy ki volt az a három ember, hogy úgy szerették volna valahogy megköszönni, hogy segítettek, és hogy nem történt ez a lányukkal, de az iskolának a vezetője sem volt, vagy a kollégium vezető sem volt azért úgy toppon, mert nem teljesen jól kezelt ezeket a dolgokat, akkor sajnos, de hát igen, szóval. Hát talán most így eljutott hozzájuk rajtunk. Igen, így van. Úgyhogy igen. Köszönöm, hogy elmondtam. Klári, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm. Köszönjük, hello. Ja, hát igen. Szóval akkor beszélgetni, és sehova nem engedni. És van, hogy sehova. És GPS a fenekébe, a homlokára, és két villog a fülébe. Igen. És 18-es koráig kísérgeted majd, vagy meg? Na, hát, de nem inkább elviszed, mint hogy egyszer nem viszed el? Abszolút, ugye nyilván egyet gondolunk a dologról. Igen, legalábbis falkába közlekedjenek. Ja. Igen. Na jó van. Hát igen, muszáj ezekről is beszélni, és néha kicsit komolyabbnak lenni. Játszunk hármasugrást már is valakivel. Itt van a hallgatónk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Hello! Hello! Várjál! Megfejtem, hogy hívnak, Péter? Péter, így Hello, van. Péter, honnan hívtál minket? Pécsről. Pécsről? Mit csinálsz? Dolgozok, és éppen olyanon dolgozok, ami témában vág. De... Na, mit csinálsz? Pécsen van egy kezdeményezés pont az olyan ügyek miatt, amiekről ti is beszéltetek. Ennek az nem, hogy kezdetben a biztonságot. Itt az önkormányzattal sikerült egy olyan projektet indítanunk, hogy itt gyakorlatilag minden pécsi ingyen használ egy olyan rendszert, ami hogyha ilyen bajba kerül, akár gyerek, akár felnőtt, akár futó, akár csak diszkóból megy haza, akkor egy központi helyre befut neki egy olyan segélykérése, ami után percekén belül tud lenni a rendőr. És ehhez mondjuk még előse kell venni a telefonját, tehát nem telefonhívást kell intéznie, hanem valami kiegészítőt hord, amit meg egy ilyen egygombos cucc? Nem. A mobiltelefonján ez egy alkalmazás, de olyan furmányos módokon lehet riasztásokat indítani, hogy mondjuk, ha beállítja azt a funkciót, és használ egy headsetet, és azt kirántja a telefonból, akkor elmegy ez a riasztás. Aha, az jó, az okos. És ez az applikáció azt is mutatja, hogy te hol vagy? Pontosan, ez bemegy ez Pécsen abban a központban megy be, ahol a térfigyelő kamerákat is nézik, és ott ők egy térképes felületen látják, hogy kicsoda, honnan indult a riasztás. Nagy kérdés, el is indulnak, mert oké, hogy én beküldöm, de azért a rendőrséggel sokszor nincs jó tapasztalat az embernek, tehát sokszor hallod, hogy amíg vér rám folyik, akkor ők nem jönnek ki. A közterületfelügyelet tehát... megszűri a riasztásokat, tehát ők utána néznek, megpróbálnak elérni téged, hogyha indít a riasztás. Ha nem tudnak meggyőződni arról, hogy minden rendben, tehát hogy nem kamuriasztás volt, téves riasztás volt, akkor igen, akkor küldik a rendőrt. És akkor jön ki a rendőr. Ez nagyon jó. Hát ez nagyon jó. Meg ez, hogy nem kell hívnod senkit, csak mondjuk tényleg kihúzod a fülhallgatót. Igen, mert nem lenne életszerű, hogy most billentyűkód, meg elindítom. Csak kihúzod a fejhallgatót, és már is megy a riasztás. Igen, mert hogyha már elő kell venni a telefont, és föl kell oldani a képernyőzárat, akkor már 100 hetet is be lehet ütni, de
mondjuk a kibekapcsoló gombot 6-szor kell megnyomni 2 másodpercen belül, az is egy riasztást indít. Mm. És azt meg így bonyolultnak hangzik, de mindenkinek benne van az ujjával két. Hát olyan bajba, hogy fogod a telefon gyorsan, valaki megszólít, már elkezded nyomni. Aha, ez nagyon jó. Mi ez nagyon jó. Kezedben a biztonságot. Így meg lehet minket találni a Facebookon is, a weben is, kezedben a biztonságot.hu. Most remélem, hogy ez nem reklám. Ha, nem, ez ebben a formában. És ez a rendszer most áll föl, vagy ez a rendszer már működik? Vagy? Pécsen tavaly október óta működik, most már több várossal tárgyalunk a folytatásról, úgyhogy én bízom benne, hogy egyre több városban fog ez elindulni, és ugye ami a lényeg, hogy ez mindenkinek ingyen van. Tök jó. Nagyon. De egyébként, hogyha ennek az a neve a alkalmazás boltokban, hogy városvédő, tehát ott mindenki megtalálja, akár almás, akár robotos. Tehát van családi funkciója is, tehát az azt jelenti, hogy olyan városban, ahol még nem kötötték be a központi segítségnyújtást, tehát valaki olyan városban él, vagy arra jár, a család tagjait, a szeretét ugyanúgy beállíthatja egy ilyen riasztási. Ha is, akkor engem hív. Ez nagyon jó. Hát és ezt ugyanúgy tudják használni, hogy felnőttek is, nem? Pontosan. Hát, nem tudnátok? Mi vizsgáltunk sok esetet, például a soroksári futó hölgynek az esetét is, és pont abból indult ki ez a headset kirántós riasztás is. Tehát aki fut terepen, este, diszkóból indul haza, én azt gondolom, hogy mindenkinek a helyén van a telefonján kéne, hogy legyen ez az alkalmazás, mert sosem lehet tudni. Tehát inkább menjen, semmi problémát nem okoz, nem fogja nyomon követni senki az ő mozgását. Mi az applikáció neve? Tehát ez már létezik? Ez létezik, városvédő. Tehát városvédő az applikáció neve, és ott be is tudok mindent állítani. Aha. Pontosan. Ez jó, figyelj, ha kell nektek segítség, vagy bármi, akár többi városra, vagy Budapestre, vagy bármi, akkor szóljatok. Ha tudunk, segítünk, vagy dolgozhatunk együtt, tehát bármi jön, akkor abszolút. Ez egy nagyon jó dolog. Jó. Nagyon hasznos. Úgyhogy van, Pécsen már működik, meg tényleg itt a pécsi rendőrkapitányság, a pécsi városháza. Nyitott volt a rendőrség egyébként? Az, hogy igen, jó ötlet, kössétek be. Nagy, hogy sok lesz a téves riasztás, sok-sok bürokrácián kellett átverekednetek magatokat, mire elindult. Tehát, hogy nyitottak voltak, és... Hát, az ének nagyon egyszerű volt. De jó, szimpatikus. Tehát tényleg az van, hogy nagyon mögé álltak, voltak kéréseik teljesen érthető módon, azokat beépítettük a rendszerbe. De jobbító javaslatok is voltak. Aha. Tehát ők nyilván jobban értenek hozzá mindig. Há, hogyne. Persze. Ügyesek vagytok, ez nagyon jó. Nagyon jó. Köszönöm. És ez a headset kirántós dolog, és akkor felnőttek is tudják használni. Esetleg egy olyan alkalmazás vagy fejlesztés az alkalmazásra, hogyha mondjuk például Feri valahol kirántja az üvegből a dugót, akkor riasztják a bankát. Féle is tudod. Én nem ezt fogom beállítani, hanem a 2 másodperc alatt a 6 klüttyentést, tudod? Mert azt nehéz úgy megcsinálni. Meg tudnánk úgy oldani, hogy egy pici szondát tennénk valahova, és hogy ez eléri bizonyos százalékot alkotni, akkor... Abban a nálam állandóan letilt, tudod, hogy csatagrészek vagyok már reggel. Figyelj, hát, megosztottuk a Morning Show Facebook oldalán, ez nagyon jó. Köszönjük szépen. Ez egy ügyes kezdeményezés, és hát egyre nagyobb szükség van rá. Jól van, játszunk, Péter. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát egy ilyen intelligens, művelt és szimpatikus fiatal embernek szerintem. Mint te, Balázs. Nem szerintem nem nehéz, de Balázs, Péter, nem. Játékos. Más is fog játszani? Ne, simán menni fog. Na, itt szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Hány lába van egy pekarinak? Hát, ha jól számolom, akkor 4. Az egy ilyen kis vaddisznó féleség, nagyon helyes jószág. 4 le, jaj, várj, ezt nekem kell nyomni. Így van. A hétvége volt. Így van. Nem, ugye fáját, mennyi gomb és mennyi világító, minden van itt. Jövőre 39 leszel, ez is már ezért. Baseball sapkáját, menjünk tovább? Persze, hogy nem. Így szól a második kérdés. Melyik magyar ifjúsági filmsorozat egyik főhőse Baga Méri, az elátkozott fagylaltos? Aki a fagylaltját maga méri? Így van. Mm-hmm. Melyik? Az a kemény kalapos klubja. Így van. Csodatutás. Harmadik kérdés, jöjjön-e? Morning Show óráért. Hát most már annyit segítettetek nekünk, hogy persze. Jó. Így szól a harmadik kérdés. Melyik atlanti óceáni szigeten halt meg Bonaparte Napóleon? Fú, sose tudom a sorrendet, mert 2 volt. Szerintem az Elba szigetén. Vagy Szent Ilona szigeten? Na, most nézd el a 2 közül, hogy melyik. Legyen az utóbbi, Szent Ilona. Na. Jól van! Ne csak az F miatt. Nagyon jó. Uh-huh. Kín halt meg Szent Ilonát. Figyelj, de bizarr. Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy. Több kérdés is jött közben, hogy ezt magyar App Store-ból is le lehet tölteni? Én onnan töltöttem. Persze, magyar App Store-ból? Ez a magyarból. A magyarból. Aha. Persze. Mert kérik, hogy a nem magyarba is tegyétek föl.
Tehát ezt így tudjátok. Jó. Mit nyertem? Egy beszélgetést velünk. Mit nyertem? És hát a Morning Show-s ajándékcsomagod megvan közben. Egyébként ez Morning Show-s órát jelent, baseball sapkát és nyakbalkasztót. Jó, vágó úr. Mit nyertem? Lehet ezt fölajánlani, hogy aláírjátok is valaki olyannak, aki valahogy kisorsolni valakinek, vagy fölajánlani valakinek? Ja, jó, azért ne legyél ennyire jó. Tehát azért még itt szenté válsz nekünk világítani kezdés, és elrepülsz. Tehát ez már gyanús nekem. Tehát nem vagy ember. Figyelj, elég, ha szerdán fogjuk kezdeményezni a boldoggávatásodat a Vatikán. Igen, tehát te túl jó vagy ez a megnyertem, de nem akarom, de valakinek adjátok. Nem érdemlem meg. Csak van a családban egy gyerek, akit szerettek annyira, hogy adnátok neki egy ajándékcsomagot, egy rokon, egy unokatesó. Tehát tényleg nagyon jó vagy a pécsiek nevében, de fogadd el tőlük ezt az ajándékcsomagot, bázd meg vele valamelyik gyereket a családban. Jó? Hát, ha örül neki. Jó, és akkor még dob be azt most, hogy ugyanitt ingyen ebéd, hetente ötször. De itt még nincsen gyerekek, hogy nem örül senki egy sapkának, vagy egy... Nincs még, csak kutyám van. De elrakjuk, mert azért tervezzük, hogy lesz. Aha. Nincsen ilyen szebb, mint amikor azt mondják, hogy menjetek el nekik, csak srácok, adjátok oda valakinek. De jó ezt hallani. Sírnak, ezrek sírnak a baseball sapkáért, érted? De jó ezt neki műsorkészítőként. Mit nyertem? Elnicsomagot? Hát srácok, valamit csináltok. Férdelem, annyira nem zavar meg. Elküldjük neked, Péter, nem úszod meg. Jó? De a kutyád is mentett, ugye? Nem. Ha tudunk valamiben segíteni, tényleg, vagy bármi itt Budapesten elindítani, nyilván megvan már az infrastruktúrátok, de bármi nagyon szívesen. Jó Morning Show, kukac.kfm.hu. Tényleg, dolgozunk együtt. Jó, írjatok, segítünk, ha tudunk. Köszi, ciao. Hello. Szia. Hello. Na, hát ennyit a komolykodásról kellett szerintem erről beszélni. Ez egy jó kis téma volt, dermesztő, de muszáj róla beszélni. Ha három szülő eddig nem tanított meg jelszót, mert azt mondta, hogy nem érdemes, vagy nem is jutott eszébe, vagy nem is gondolt erre, és megtanította már az embernek nyert, ugye van. 9 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Kedemben alángosom, lemerült végre a telefonom. Kizárom most minden gondom, bajom. Csak téged imádlak én. Balaton perzselő naptűz, hűsítő a víz, árnyékom egy fűz, számban lángos íz. Vízi bicikli, delfines csúszdás, csúszdás csobbanás, ezeket mind én akarom. Oronyám újra a Balatonon, itt van már kezemben a gitárom. Várok rád, hogy újra éljük azt, amit már százszor. Parton ülve énekeljünk, és jönnek, mennek a lányok, de csak téged imádlak én. Balaton tűnőben a nap, korsom félén hab, tálcámon keszek, tűnő ezrecsek, hangol a primás, lelkem táncot jár, nekem nem kell más, mert én itt most nyaralok. Tekerni. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggelt!
Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 9:10 lesz, pontosan 2 perc múlva, ha valaki nem tudná, hogy melyik dal volt ez, ugye talán néhányan még nem ismerik, Vé Zolika, Balaton című slágere, és hát Vé Zolika szegénykém ugye meghalt. Igazából már hetek óta olvastunk különböző híreket vele kapcsolatban, de naponta keltik emberek halálhírét a Facebookon. Ma viszont az egyik bulvárlap lehozta, és az ő párja nyilatkozik, hogy igen, sajnos a hír igaz, és valóban megtörtént. Erről mi már beszéltünk ma reggel korábban, és azt gondoltuk, hogy akkor hát Zolika egyik leghíresebb dalával. Búcsúzunk mi többször. Vendégül láttuk őt, fellépett nálunk, a pár ezres megtekintésről 600 ezerig ment egyébként az ő dala, és kedveltük őt. Úgyhogy mi így búcsúzunk tőle, és hát igen, sok erőt kívánunk az ő családjának. Na, nézzük gyorsan a közlekedési híreket, hogy mi helyzet az utakon, az M7-es 132-es kilométerénél mérnek mindkét irányban, ezt Ricsi küldte nekünk. Aztán Farádon egy világos kék transzporterből mérik a Győr felől érkezőket, ezt Cetike írta, hát a farádi trafi az szinte mindennapos. M35-ös 34-es kilométerénél a felüljáróról a Pest felől érkezőket fotózzák, Istenhegyi úton dél felé szuper trafi, üzente nekünk Erika, Nyíregyházán dugó van a 41-esen az útépítés miatt, valamint Jármi belterületén a Máté Szalka felől érkezőket szintén mérik. Ezt is SMS-ben kaptuk. Na, mi van a kenyaiakkal? Én olvasom a Vivicita nyerteseit, hát és reggel óta meg akarom kérdezni, hogy sehol egy kenyai, sehol egy félig lesántult, 70 éves kiöregedett, nagy maratont futó, fél kenyai, aki megnyeri. Tehát mi van a kenyaiakkal? Beszéltünk róla, és azóta nem indítják őket futóversenyen? Vagy mi történt? Lesérültek? Nem nyert kenyai? Hát, hogyha a neveket érted, hogy egy Lapite vagy egy... Hát, hogyha Varga István nem kenyai... Nem akarok egy olyan világban élni, ahol a magyar futóversenyt nem egy kenyai nyeri meg, mint az elmúlt 10 évben bármikor. Mi van velük? Nem indultak? Hát valami ilyen okból kifolyólag ők nem voltak ott. De kizárták őket? Csak Én nem tudom. Én nem tudom. Vagy lehet, hogy rossz címet kaptam. És a Csepel-szigeten vártak rajta, hogy ilyesmi. Na igen, már máshova már diszponálták őket? Vagy már direkt nem írják meg nekik, ne, hogy hol van a rajt? Nálunk, mi történt? Nálunk nem taroltak, nálunk mondom én ezt nagyképpen, tehát a Vivicitán nem taroltak, valamilyen okból kifolyólag, nem voltak jelen. Én nem is nagyon láttam színes bőrű futót. Volt valami nagy verseny a környéken most. Az Imre-ről ismerős meg aztán igen, pláne. Az Imrei barátaidat. Ezen kívül mit a környéken volt valami nagyon nagy pénzdíjas verseny? Hogy akkor, mert akkor nyilván ott indultak. Egy kőbánya zugló? Hát azt nem tudom, hogy mennyit fizetnek egy kőbánya zuglón, de... De ugye, hogy fura, hogy sehol egy kenyai egy 1-10-es idővel, utána majd egy magyar, mint egy 13-ban, hanem ez magyar nyer, magyar futóverseny, magyar nyer. Hát ez már nem az a világ, mint régen volt, hogy jönnek a kenyaiak ide bérfutni. Hát, hogy megdumálták, hát, hogy egyet hagyjunk nekik, gyereket. Igen, beszéltünk most, igen, a rádióba is, megfejtettek Benedek, most lapuljunk. Lapuljunk, most ne induljunk a Vivicitán, majd induljunk el a mit tudom én, melyik félmaraton vagy maratonon. Lehet, hogy visszahívta őket a KASZA, a Kenyai Atlétikai Szövetség. És egy kicsit megbossa a fejüket. De nem lehet, hogy nem volt a lóvé. Nem arról van szó, hogy egyszerűen nem fizetett a Vivicit, és aztán, hogy gyereke, hülye nem vagyok, ingyen nem futok. Tehát nem ott indulnak, ahol egyébként lóvé van? Nem. Tehát nincs. Tudomásom szerint hát, nem. Akkor megvagyunk. Én nem vagyok érintve az első három, nem szoktam a pénzdíjakkal foglalkozni egyébként. De hát hogy... akkor ez a magyarázat. Aha. Nem volt lóvé, nem volt kenyai. Virisd a lóvét, jön a kenyai. Így van. Ha ingyen nem fut a kenyai, akkor elmegy, nem tudom, Brüsszelbe azt futott, vagy Prágába ugyanazon a napon. Hova fusson ingyen? Hát most ingyen mi fusson? Érted, ő tudja, hogy tud futni. Hát nekem lenne 10 bezsákolt kenyaim, aki minden futóverseny, ingyen én segítom el őket. Hát akkor elviszem őket máshova, egy lakókocsiba, kamionba, leteszem őket, és futnak. Bezsákolt kenyai. 10 bezsákolt kenyait, nem tudom. Indulás! És azonnal elindítjuk őket, hát nem, ingyen a kenyai se fut, hát ezért ez értjük. Most legalább azok nyertek, akiknek a győzelem volt a fontos, és nem a pénzdíj. Szóval, hogy 21 kilométeren Varga István, a férfiaknál, a nőknél pedig, bocsánat, fordítva kellett volna mondanom, de Merényi Tíme, a Krisztina győző. Ők vajon tudták, hogy nincs pénzdíj, vagy nekik a célban mondták meg, hogy sorry. Bárcsak elolvastuk volna a nevezést. Na mindegy, hát akkor ez az oka egyébként. Nem, figyelj, ravaszok ezek a kenyerek, ezek nem hülyék, kitanulták már ezt a szakmát. Nem futkároznak csak így ide-oda hülyé 30 fokba, érte, minek? Első magyar szó, pénz. Van-e pénz? Nincs pénz? Nincs futás. Egy euró? Na, sporttal folytatjuk, mert... Egy nagy dolog történik a hazai box életben. És talán még azoknak is örömhír, akik egyébként nem nézik a boxot. Úgy néz ki, hogy mi fiunk, egy magyar fiú boxol majd májusban
az utóbbi évek egyik, ha nem a legnagyobb amerikai boxgáláján, hát szerintem még a laikusok is, mint mi vagyunk egyébként, tudhatják, hogy minden idők egyik legnagyobb összecsapása készül. Így van, május második. Bedák Zsoltiról van egyébként van. Szó. Ő fog szerepelni egy hatalmas boxgálán, az egyik felvezető meccset ő fogja majd vívni. A meccsnek a főszereplői Floyd Mayweather Jr., illetve Manny Pacquiao Pac-Man, napjaink legnépszerűbb és talán legnagyobb ökölvívója a profi világban, súlycsoportoktól függetlenül. Igen. Ugye az egyik, aki magárepülőkkel hirdeti magát, pénzt tesz az ágyába, eléget $1 millió a kazánba, 600 ezer Lamborghini, meg nem tudom, nagyon McLaren, meg 458 Itália, meg mit tudom, mik állnak, Bentley Continental GT Cabriók állnak a garázsában, tehát ő 15 éve arra gizda, hogy mennyi pénzt boxolt össze magának. Ő a csajos medencés, ugye? Ő a csajos medencés, iszonyatosan nagy arcapali egyébként. Szóval, hogy Mayweather két dolgot szeret nagyon, az egyik önmaga, a másik pedig a pénz. Igen, tehát hihetetlen a polgárpunkasztó, amit csinál, de hát gyerekek, ezt ennyire jól fizetik, és ő ennyire jó. A másik, ő pedig egy kicsi cséphadaró, én láttam többször bunyózni, nem szeretem annyira a boxol, de hogy ő boxol, az valami fantasztikus, kicsi, apró, nagyon gyors. Pac-Man. Hihetetlen egyébként, igen. Figyeld, ez a nem szeretem, szeretem a boxot, én sem vagyok nagy rajongója, de azért a nagy magyarokat mindig így megnéztük, meg még adásban is beszéltünk. Hát hogy ne, tudod, persze. Azért a Kokóról, a Balsairól, persze. A Madárról, az mindig van. Olyan, hogy hát, végre ott vannak. És ráadásul ez most itt egy olyan súlycsoport, ahol azért nem kell attól félni, mint mondjuk a Klitschko meccseknél, hogy viszonylag kevés ütés lesz, aztán majd a Klitschko győzt. Tök mindegy, miről van szó. Itt azért lesz ütés mennyiség elég bőven. Igen, csak a boxmeccs horderejéről, hogy mekkora horderejű, a győztesek között a mindig az 200 millió? Aha. Dollárt hosszanak szét. A barátok közt is 56 milliárd forint. Ha hülyére vernek, se jössz ki nagyon rosszul a dologból egyébként. 200 millió dollár. 200 millió dollár. Nincs. Én nézegetem a Floydnak a Instagramját, érted, és azt veszem észre, hogy van. Tehát, hogy van annyi pénz. Van Instagramon? Aha, ő mindenhol ott van, és ott lehet látni ilyen nagyszerű fotókat, mint mutatom nektek. Mit csinál? Tehát, hogy ő ilyeneket szeretne leginkább hozni. Születésnapi ajándékok, irgalmatlan világmárkák aranyórákban, illetve hát három kötegényi dollár. $10,000 így összekötege elvége három kötegben. Csak valamelyik című meglepte, mert tudják, hogy ennek körül a legjobb. Hát legyen egy kis fagyira való, nem $30,000. Szeretnék én is nagyon ilyen barátot, ha lehet. Kicsi fagyira való, hogy meglegyen. Na, és ugye Bedák Zsolt májusban boxol ezen a boxgálán, ha minden igaz. Többször hallottuk már, hogy magyar ekkora boxmeccs közelébe érhet, de igazából ilyen nézőszámmal ekkora horderejű meccsen én nem is tudom. 100 milliók láthatják egészen konkrétan. 100 milliók is tanulhatják meg a nevét. És hogyha ő ott az amerikai piacon egy maradandó produkcióval tudja felhívni a figyelmét a kinti menedzsereknek, meg a boxszeretőknek. Egyenes az út, mi? Akár be is. Igen, azért ez nem egy kis bemutatkozás, mit ilyen televíziónak. Hát ez ugye Rácz Félix a menedzser, ezt mondhatni, hogy az élete dobása, szerintem. Erre ő is így gondol, hogy azért egy ilyen meccset tető alá hozni, és egy magyar srác boxolhat, nem tudom, ki közvetíti, de hogy sok millió ember nézi majd. Olvastam egy interjúban, hogy a Félix azt nyilatkozta, hogy ez olyan, mintha mondjuk egy magyar labdarúgó rögtön az FC Barcelona mondjuk kezdőcsapatába kerülne bele, vagy a Bayern Münchenébe, és már rögtön játszhatna mondjuk egy BL döntőn. Nem címmeccs ugyan, de egy jó nyugás. Hát nem gyenge világbajnok ellen fog játszani. Igen, na. Meccselni. Felhívjuk Rácz Félixet, megkérdezzük erről, egyáltalán egy ilyen szerződés kulisszatitkairól, hogy jön ezt tető alá, mekkora lehetőség ez Zsoltnak, hány millióan nézik, és mekkora meló van egy ilyen szerződés összehozásában. Itt van velünk Rácz Félix. Hello Félix, jó reggelt kívánunk, ciao. Hello. Mondhatni, hogy életed egyik megállapodása, vagy életed megállapodása ez, amit tető alá hoztál? Hát eddig mindenképpen azt mondhatom, hogy ez a legkiemelkedőbb, és valószínűleg pályafutásomban ez a legemlékezetesebb. Ezt a mérkőzést amúgy az évszázad mérkőzésének titulálják, illetve apostrofálja maga a nagy Floyd Mayweather Jr. Amúgy egy picit helyesbítenék, hogy nem 200 millió, hanem 400 millió. Ne haragudj, hogy hibázom. Jézus Mária, tényleg 400, amit a kettőjük között osztanak szét? Így van. Sajnos haragszom, de nem emiatt, hanem amiatt, hogy mi is sajnos nem vehetünk részt ebbe a kis elosztásba. Mármint ebből a 400 millióból. Az afterpartin kéne ott lenni. Aha, igen. ott azért igen, csúrad cseppen a dolog. Igen. Azt is hozzá kell tennem, hogy csak a polgár pukkasztáshoz, tehát pici ilyen kis kulisszatizó, hogy a
az Instagram és a Facebookon a Floyd Mayweather kisorsol a követői között egy Bentley-t és egy autót. Tehát azok között az emberek között, akik lájkolják és akik osztják tulajdonképpen az ő posztjait, azok között random ki fog sorsolni egy embert, aki egy Bentley-t kap, egy másikat meg egy házat. Igen, most hiszem, hogy az Instagram oldalán 5,4 millióan követik. nagyon nagy az. Hát mondjuk ilyen stílusokat, meg nagyon az életvitelüket tekintve azért két teljesen más ökölvívóról van szó, személyiség ökölvívóról van szó, ugye? Így van, hát ez a jó és a rossz összecsapása, hogy Amerikában tulajdonképpen elnevezték ezt a mérkőzést, viszont már érdekes, mert hogy a nézettséget tulajdonképpen az emóciók kiváltása nagy mértékben tulajdonképpen hozzájárul, de erről valószínűleg a Balázs is tudna beszélni, hogy azok az ökölvívók, vagy azok a sportolók, akiket egyik részletet itt szeretnek, és azonosulni tudnak vele, tehát azért kapcsolja be a tévét, és a másik része meg azért, mert hogy alig várja, hogy valaki kivisse őket, valaki lemészárolja őket. És a Mayweather ebben zseniális, mert hogy tud emóciókat kiváltani az emberekből. Arra gondolod, hogy én is tudok erről beszélni, hogy engem is utálnak? Nem. Milyen szép volt, hogy téged is azért néznek, Balázs, nagyon sokan. Vagy ha halálodat kívánják, hogy én nem rohadt már meg a képen. Vagy nagyon sokat szeretnek. Finom hasonlat volt. Köszönjük szépen. Emóciókat váltasz ki inkább. Hát ez igen. Szeretem volna. De ez fontos. Na, és ez nem team match lesz, ugye? Jól mondtuk, hogy... Nem, ez egy tízmenetes mérkőzés lesz. Leo Santa Cruznak amúgy júniusban lesz volna egy címvédő mérkőzése, és ő picit úgymond ilyen beugróként vesz részt ezen a mérkőzésen, mint ahogy kvázi mi is, mert egy ilyen mérkőzés azért 10-12 hetet szoktak készülni, és mi február végén kezdtük el a úgymond tárgyalásokat, majd egy ilyen intenzív 2-3 hét után így eltűntek az amerikaiak, és azt hiszem, hogy csak ilyen feltérképezés volt is, megnézték, hogy mire számíthatunk velünk kapcsolatban, majd ezelőtt egy bőv ismét 2-3 hete ismét elkezdtük, és ugyanott folytattuk, ahol abba hagytuk, és múlt hét kedden sikerült minden megállapodunk, és szerdán írtuk alá a szerződést. Mit lehet tudni a Paliról, akivel boxol a Zsolt? Ő kicsoda? Hát Leo Santa Cruz 30 mérkőzéséből veretlen, 29 győzelem, 1 döntetlen. Oh, ő a 4 világbajnok közül az egyik regnáló ebben a súlycsoportban. Medák Zsoltnak 25 mérkőzéséből 24 győzelme van, tehát ő is csak egy vereséget szenvedett a Puerto Rico világbajnoki címmérkőzésen, tehát én úgy gondolom, hogy egy jó kis aránylag, tehát ilyen kiegyensúlyozott mérkőzésnek is mondható, hisz azért a Zsoltnak van egy jókora amatőr pályafutása, és ugyanígy profiként sem szégyekezhet, hisz azért 25 mérkőzéssel rendelkezik. Hát, igen, de azért azt valójában őszintén most egy regnáló világbajnok ellen küzdeni, ott mindent lehet mondani, csak azt nem, ugye sokszor először szokott fordulni, hogy a magyar ökölvívóknál mindig hurka gyurkáznak már, mint az ellenfelekkel kapcsolatban, hogy na már megint kit sikerült neki szerezni. Most itt a Zsolti esetében azért ez egy nagyon komoly ellenfél. Így van, ez egy komoly ellenfél, hát úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki világbajnok legyen, ahhoz a világbajnokot kell legyőznie. És bár nem akarom összehasonlítani se képességben, se más területen a Pacquiao-t a Bedelkhoz, de Pacquiao is, amikor megérkezett Amerikába, Fülöp-szigetekről is boxolt Barrera Morales-ékkal, amikor kihívó volt, akkor igazán nem ő számított a favoritnak, és pont annyian ismerték valószínűleg Amerikában, mint amennyi most Zsoltot. Ha ez nem címmérkőzés, akkor Zsolt nyer, akkor nem is kapja meg a világbajnoki címet? Nem, viszont összesített ranglistán, illetve tehát így a teljesítménye miatt azért minden promóta, illetve minden szervezetnek az első mondjuk legrosszabb esetben 2-3-ban lesz benne. Aha. Amúgy is most benne van, tehát így világranglistán, a VB világranglistán 3., és a VB-nál meg 13. Tehát mondhatnám azt is, hogy ez egy top 15-ös ökölvívóról van szó. Jó szerződés sikerült kötni? A Santa Cruz a visszavágott nyilván már a kalász és sportcsanokban fogja majd vinni Zsolt. Mert ők nem szerették volna azt, hogy kikapnak, akkor inkább abba hagyják, így kis folytatása ennek az egésznek. Hol lesz a bunyó? Vegasban? Vegasban, az MGM Grandben, és úgy néz ki, legalábbis jelen állás szerint, hogy a Bedák Santa Cruz mérkőzés lesz a main chief support, ami azt jelenti, hogy ők vezetik fel a Mayweather-Pacquiao mérkőzés, tehát így rögtön a nagy főmérkőzés előtt lett.
Az nagyon durva. Rettenetesen szimpatikus ez a Mayweather egyébként. A három bugat is képet látod. Megnéztem az Instagramon, tehát elképesztő. Azt mondja, hogy ha a pénzkeresés bűnnek számít, akkor adjátok meg a halálbüntetést. És áll a saját garázsában egy Bentley-vel, egy Rolls-Royce-szal, két Lamborghini-vel, meg azt hiszem egy 458 Itáliával. Áll a saját garázsában egyébként. Annyira arcpirító a csávó, hogy... Figyelj, én szeretem, ha valaki ezt a fajta polgárpukkasztást csinálja. Nem gondolnám, hogy valójában ilyen lenne az életben, de szórakoztató, hogy nézegetem az Instagramján a képeket, az egy kép aláírása az van, hogy kitaláltam, hogy elugrok shoppingolni, és ott áll a magángépének a lépcsőn, hogy egy másik államban szeretem most vásárolni. Igen. A Pacquiao az milyen fazon egyébként? Ő is ilyen, vagy ő egy jóval visszafogottabb, szerényebb pacák egyébként? Hát Pacquiao egy hívő, ötgyerekes apuka, tehát egy abszolút a minta amúgy mindenféle tekintetben, tehát hogy ő segít a nehéz sorsú Fülöp-szigeteki embereken, tehát úgy, hogy rendszeresen körutakon megy, is pénzt osztogat, rizst osztogat, tehát hogy ő teljesen más jellegű. És pont ezért, ahogy említettem, tehát a jó és a rossz párharcának nevezik, mert hogy mind a kettőt úgy állították be, tehát ebben a kis szerepkörbe, pont a Mayweather a különböző posztja és különböző megnyilvánulásainak köszönhetően, míg a Pacquiao meg azért, mert hogy ő visszafogott, tehát most is mondta, Vilmos hercegéknél volt vendégségben ezelőtt egy három hete vagy egy hónapja. Hát egy nyilván a profibox erről is szól, hogy karaktert kell építeni, jellemet kell ábrázolni, nem? Tehát itt már nem két ismeretlen bunyós van, hanem két felépített, brandingelt, hát menedzselt, persze, nyilván, tehát ez tudatos. Óriási pay-per-view számokat tudhatnak magukéknak, tehát így akár a... Úristen, már elkapták az amerikai. Hatban vannak a világon, tehát a minden idők úgymond nézettségi rekordokat megdöntötték, tehát a Mayweather a De La Hoya elleni mérkőzésen, Pacquiao ugyanúgy, tehát így a Barrera Moraleszék heten, tehát hogy nagyon tehát óriási nevekről beszélünk. Ki közvetíti majd, HBO, vagy hol lehet látni? Showtime. Aha, de azt gondolom valamelyik hazai sportcsatorna, hogy valaki veszi majd át, nem? Sport egy csatorna, igen, fogja közvetíteni élőben, úgyhogy hajnalban itt is látható lesz. Nem tudom, hogy a Benány Zsolték láthatóak lesznek-e, vagy csak a főmérkőzés, de remélhetőleg rövidesen kiderül. És innen hova vezethet az út Zsolti számára, hogyha megnyeri? Hát mindenképpen, ha a Santa Cruz elleni mérkőzésen képen, tehát abszolválja, akkor nagy valószínűséggel a következő mérkőzési világbajnoki cím lesz. Amúgy is nagyon közel áll, tehát világranglista a harmadik helyzet, és mi amúgy egy világbajnoki eliminátort kellett volna boxolnunk most májusban, tehát hogy azt mondtuk le annak érdekében, hogy a Santa Cruz-zal boxolhassunk, és bármennyire is így félelmetesnek néz ki, azért a madárral együtt, tehát így feltérképeztük, és mindenkinek azért vannak gyenge pontjai, és úgy gondolom, hogy senki sem verhetetlen, tehát ezt azért mások is bebizonyították, hogy a Tysontól kezdve a Lennox Lewisig, a Pacquiao, tehát mindenki azért kikapott, úgyhogy nem hiszem azt, hogy a Santa Cruz ellen ne lenne recept is, ne lenne megoldás. Ha már egyébként a madár szóba került, ő lesz ugye a boksarokban, ott ő ugye az edzője most a Bedák Zsoltinak. A madárnak a pályafutásából hiányzott egy ilyen meccs, ugye? Igen. Hát neki lett volna a Cloud elleni mérkőzése, amikor lesérült. Ez nem akkora volumenű, de egy nagyon nagy volumenű esemény lett volna, és utána már nem adatott meg neki az a lehetőség, hogy boxoljon Egyesült Államokban. Te gondolom, a Zsolt meccse után nem maradtok ott, tehát jöttök el, nem nézitek meg a főmeccset, nem? Nem. Hát, a popcornunkat is már jövünk ki. És finoman levonultok, tehát ott a magyar delegáció levonul, és akkor vége is. Úristen, milyen hangulat lehet ott majd, Atyaisten, hát azért egy ilyen meccsen ott lenni, az valami elképesztő. Még egy pár ilyen információ, hogy az 1600 dolláros legolcsóbb jegy, most 4500 dollárért lehet vásárolni feketén. Tehát, hogy ilyen árak vannak, és körülbelül 3 óra alatt fogyott el a több mint 17 ezer belépőjegy. Ilyenkor nyilván megmondják, hogy te mondjuk mind a Zsolt menedzsere hány embert vihetsz, de nem lehet az, hogy mondjuk 15-en egy nagy családdal bementek, és akkor én fogom a bőröndöt ott valakinek, nem? És viszem a Balázs, mert menne. Mert mit tudom, legyezem törölközővel, és akkor úgy ott vagyok, mint mert a régebben tagja. A nyári olimpiákon ez előfordult, hogy magyar sportvezetők kiutaztak az egész család. Bemegyek a ringbe, berakom a fogvédőt neki, megnézem a kesztyűjét, tehát nincs még szükség ott valamilyen kis kolbászoló emberre, aki úgy oda tud érni? Nagyon szívesen meg csak, bár ő köphet a vödörbe, ha leköp, nem baj. Tehát odaállok szívesen egyébként a vödör fogó fiúként.
Nem? Hát, hogy a mévődőrbe gondoltál, nem? Igen, a teljes a tím, mindenki megvan? Teljes, igen, tehát így öten megyünk ki Zsoltal együtt, van egy catmanünk, akit New Yorkból fogok majd átrepíteni Las Vegasba, az nagyon fontos, mert nem olyan sokszor azon túl ki a mérkőzés. Így van. Ekkora kiszúrás lenne, ha New Yorkban maradna, ugye? Így van. Mert nagyon sokszor előfordul, hogy egy sérülésen múlik egy mérkőzés, ezért úgy gondoltam, hogy nem kockáztatjuk meg. Mi pedig hát így innen indulunk. De hogyha bármire szükségünk lenne, akkor mindenképpen jelzem, jó, hogyha egy vagy két emberre, mert hogy hallom, hogy a Feri nem egy vagy boxrajongó, úgyhogy akkor csak a Jani meg a Balázsra gondolhatok. Én, aki már ott volt a ringben is egyszer. Mit csinálta? Elhagyta valami? Nem, én szoktam föltakarítani a hézi mérkőzések után. Viszont nagyon szeretnék. Ring speaker voltam, hát persze, hát viccelsz. Igen, igaz, hogy akkor ki volt adva a ring egy gyereknapra, május 1-én, vagy és? Milyen szépen mondtam, hogy ide a süti a csoki anyalók, a körhinta már indul is. Na jó, hát nagyon drukkolunk Zsoltnak, irigykedünk, azért ez egy nagy élmény lehet nektek, nyilván baromi sok meló van benne, persze egyrészt munka nyilván, de hát egy ilyenen ott lenni, menedzserként egy ilyet összehozni, és aztán egy ekkora bunyót megnézni, azért ez egy nagyon, nagyon klassz dolog lehet. Azt is még röviden még hozzá kell tennem, hogy ezt a mérkőzést, tehát maga az úgymond kommunikációját a Zsolt felé, a Bedák felé, így körülbelül tehát így 3 napon keresztül készítettük elő a madárral, mert hogy, tehát ezt is így finoman alagolva. Összevesztetek, hogy kinyilatkozzon. Nem, csak így azért fontos az, hogy ne tegyünk sokkal nagyobb terhet, mint amivel meg kell birkóznia egy embernek, és nem mindegy, hogy most így rázulítunk az ember egy ilyet, hogy figyelj, Mayweather Pacquiao felhozó mérkőzése, egyike leszel Santa Cruz ellen, aki világbajnok, fognak látni közel 300 millióan, mert hogy azt kommunikálják, hogy ennyi háztartásba fog kerülni, és by the way, akkor nem boxolsz világbajnoki selejtezőt, hanem ez a mérkőzés, ami ahol tulajdonképpen részt veszel. Mondjuk egy ilyen MGM kaszinóban, mint 200 millióan nézi, 10 000-en vannak a helyszínen, nehéz arra gondolja, hogy mezőtúron vagy, igen. Szóval azt érzi, hogy nehéz, igen. De hát nyilván a Zsolt megbirkózik ezzel. Drukkolunk nektek, az egész csapatnak, nézni fogjuk. Köszönjük szépen. Hajrá, Félix, köszönjük szépen. Ügyesek vagytok, nagyon gratulálunk, azért ez egy nagyon nagy dolog. Ciao, Félixnek, köszönjük szépen, Rácz Félixnek. Az egy gyerekek, ez egy nagy dolog. Az nem? Tényleg, amikor útjára indítják. Ne is törődj vele a két legjobb boxoló előtt. Igen, persze, MGM, Las Vegas, engedd el. Nem érdekes, jó? És hogyha ezt most elbukod, mindegy, ha elbukod, eltűnsz a sűrűsztőben. Hajrá! De jól keresünk! Igen. És tudod, a Zsolt is fennmarad a kezem. Igen. Nem, profik, erről szó nincsen természetesen. Nagyon szurkolunk neki. Ez jó lenne, hogyha összejönne. Nagyon jó lenne. Emberünk Instagram fotója közben. Te beleszerettél a Floyd Mayweather. Aki az Instagramon fenn van és követi a Morning Show-t, az meg tudja nézni, hogy a Morning Show kit követ. Na most az első, aki nem teniszhez, ő elkezdtem követni. Tehát nem túl izgalmas a Morning Show közel áll. Igen, tehát mindenkit követek, aki a teniszben van. Van egy kép, az azt mondja, hogy Isten hozott az én játékvilágomban ez a kép, csak hogy hol tartanak. És ki akar velem jönni és játszani. És áll, mit tudom, 8 darab luxusautó előtt, mögötte pedig egy private jet, ami az övé. Aha. De hogy ez még nem elég szemtelen, kiírja, hogy Bugatti Veyron 1,6 millió dollár, még egy Bugatti Veyron 1,6 millió, és oda írja az állás. Ott van a legnagyobb, az 3 millió dollár. De egyébként mennyire Bugatti, egy Grand Sport 3 millió dollár, Ferrari 458 Spyderből 2, egy Aventador 390 000 dollár, egy Porsche, 2 Ferrari és egy private jet. És így áll a képen. Hát, Isten hozott az én világomban. Mennyire szimpatikus úri ember, nem? Egy olyan emberről, aki a pénzdíját kikéri készpénzben, és otthon megágyaz belőle, és belefekszik. Szerintem más nem is kell elmondani. De a csávon nem lehet fejlettebb egy 6 évesnél egyébként, de ugyanakkor szórakoztató, tehát ha tudod nem úgy nézni, hogy rohadjál meg, hogy neked ennyi van, én megnézegettem a képeit, szórakoztató. El tudod kézzel, hogy Rozsé mondjuk megnyer egy, hogy hívják, ott megnyer egy Grand Slamet, kikéri készpénzben. De más, egy svájci arisztokrata, egy svájci családból, ő meg valószínű egy brooklyni gettóból jött, és iszonyatos polgárpukasztó a csávó. Ráadásul ne felejtsük, ez a szerepe. Tehát őt így brandingelik, ezt így találták ki. Tehát, hogy lehet, hogy ez nem ilyen. És az óra összeállítást látta? Tehát nem elég, hogy gyémántal kivert Rolexek vannak sorba, várjál, az alap az a következő összekötegelt dollárok, így egymás élére rakva, és azon vannak az óra. És van neki egy digitális órája is, hogy azért tudja, mennyi az idő.
Egyébként a fene se tudja, tudod, szóval mindig azon gondolkozik az ember, persze, ezzel így vigasztalod magad, hogy neki se olyan jó azért, tudod, de amikor már tényleg bármit megvehetsz, egy idő után szerintem elkezdesz baromira unatkozni. És nem? Tehát amikor az összes nagy autóba beleültél, és az összeset kipróbáltad, és 66-szor elrepültél Vegasba vásárolni, 67-szerre most, hogy 458 Itália, vagy 911, már mindegyik volt, mindegyiket vezetett, és már nem tudsz mit venni, nem? Akkor egy idő után azért úgy kell szórakozni. Hát igen. Megtapasztalnám egyszer ezt, hogy már nem tudok ilyen sportautót tenni, de hogy egy idő után nyilván már azért így. Hát csak itt azért napjánk egy legzseniálisabb ökölű vívójáról van szó. Ugyanakkor a pali tehetséges. Persze, joggal mondhatja azt, hogy lehetnék szerény, de hát én vagyok a legjobb, miért legyek az? Igen. Érted, élet, csáó. Igen. Na jól van, 3-4-10 lesz pontosan 7 perc múlva, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanata, jól? 3-4-10 lesz pontosan 2 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Vajon Magyarországon, ha lenne egy ilyen sportoló, akit az egész ország szeretne, vagy az egész ország szeretné, de így viselkedne, vagy meg utálná. Meg nem. Tehát nem tudsz olyan jót tenni, hogy ne az legyen, hogy inkább többen utálnak. Még ha az országot is viszed a válladon, és mondjuk világhírű vagy világelső. Tehát maga az ország nem ilyen, nem? Hogy ezt meg tud csinálni. Nem. Gyűlölettárgya lennél azonnal, még akkor is, hogyha te vagy a legnagyobb valamiben. Tehát tényleg világbajnok, boxoló. Tudom, én 4 világbajnoki cím, 6 olimpiai cím, profiként, amatőrként, minden megnyertél, világelső volt, amit visszavonulsz. Lenne egy, mit tudom én, egy Forma 1-es versenyző, aki világbajnok lenne. Megjönne a turné után, vállán vinni a tömeg, de egy ilyen karakter lenne, mint ez és a boxoló. És így adná elő magát. És így adná, mi lenne? Ez egy nagyon érdekes dolog, mi lenne? Erősebb lenne a szeretet, hogy mégiscsak a miénk is rommá verte a világot, mondjuk Forma 1-es világbajnok, vagy az, hogy rohadjon meg, ezt nem csinálhatja meg, így senkinek. Érted? Tehát milyen a magyar gondolkodás? Utóbbi lenne? Szerintem utóbbi. Hát az utóbbi. Igen? Utóbbi. Kikezdenék, és nem azt mondanák, hogy igen, van mire nagyképűnek lennie, mert hogy egyébként tényleg végigveri, idézőjelben most sporton függetlenül az egész világot, meg hogy öregbíti az országnak a hírnevét, nem azt mondanák, hogy hát... Nagyon más, igen, még nagyon más az amerikai mentalitás. Pont most vasárnap ebédeltünk együtt egy baráti házaspárral, és sok időt töltöttek Amerikában, a srác is sokat van, és ott elképesztő, hogy miket mond. Tehát, hogy nagyon más ország és rettenetesen más mentalitás. Tehát gyerekkortól kezdve verik beléd ezt az igen, és te, és megtudod, és nyomjad, és nagyon jó vagy, és százszor elestél, de 101-szer emész, és föl tudsz állni, és megérdemled, és jár neked. Tehát olyan szinten ültetik el ezt beléjük, aha, hogy valami hihetetlen, és örülj a másiknak, és tapsold meg, és legyél jó, és ha ő jobb, akkor te még egy kicsit dolgozz azon, és hogy gimibe, általánosba, hogy milyen a szemlélet, hogy viszik a cégvezetőket csapatépítőre, hogy milyen túrák vannak, mi a gondolkodás, hogy te nézik meg. Te nem a másikat akart kinyírni, hanem te is menjél inkább előre. Igen, ugye? Igen. Ez igen. És hogy az, hogyha te csóró vagy, és neked nincs karriered, akkor is, ha van egy jó ötleted, meg tudod csinálni, és megérdemled, és odaértél, és ünnepel a város, szóval, hogy teljesen más mentalitásnak, vagy más mentalitású ország egyébként, igen, ebből a szempontból. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgettünk. Komoly témánk is volt, kevésbé komoly témánk is, és mind a kettőből szemezgetünk. Kora reggel megvitattuk annak a rakodó munkásnak az esetét, aki ugye elaludt egy repülőgép belsejében, ez a repülő felszállt vele, ő dörömbölt. Picit behajcsizott. Picit elaludt. A repülő szerencsésen landolt vele, és arról beszélgettünk, hogy hallgatóink közül kinek milyen nagy elalvása volt már munka közben, munkahelyen, munkavégzés közben, hát dőltek az SMS-ek, szinte mindenki mindenhol már legalább egyszer elaludt. Erről beszélgettünk, valamint egy esetről, gyereket akartak elrabolni a Dunakeszin lévő teniszpályánál, vagy teniszpályáról. A kislány visszafutott, ugye nem ült be az autóba, és arról beszélgettünk, hogy hát mikor jön el az a pont, amikor te felkészíted a saját gyerekedet arra, hogy már pedig idegenhez nem szállunk be, jó a jelszó, nem jó, elengeded-e egyedül, és hát itt is írtak hallgatóink. És tegnap előtt jött el, azt hiszem, a pillanat. Tehát, hogyha most kezded el, már késő. Szomorú a következtetés az, hogy minél előbb. Igen, hogy fel kell készíteni a gyereket erre, hogy egyszerűen nem hihet a felnőtteknek, és ha idegent lát, bármit mond, egyszerűen gyanakodni kell. Na, hát ezen témáink voltak ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hello, jó volt a hétvégéd? Hát a Janival olyat futottam. Na hát, figyelj. Hallottuk hírét. Hallottuk. Meddig 5 kilométerig, vagy?
Szerintem olyan hétig együtt mentünk, és az az érdekes, hogy ugye a futás számomra egy ilyen nagyon magányos műfaj. Kimegyek egyedül, azt futok. És miközben együtt futunk, meg ott nagyon sokan vagyunk, akkor egyrészt a lendület is jobban vissza, és tök érdekes, hogy közben tudunk beszélgetni. Elképzelni nem tudtam mert korábban, hogy nem tudom, futás közben meg tudok egyáltalán szólalni a lihegésen túl. Tök jókat dumcsisztunk. Már hogy olyan, így beszéltem meg. Nem. Mert korábban mindig kezdeményezett Csabi, csak hát nem akart versenyt. És aztán egy ilyen hosszabb, ilyen pár perces szünet után, amikor éreztem, hogy Janinak már nincs kedve beszélni, mondani, hogy menjen nyugodtan. Miatt ne sétáljon. Kihagyott ott kit, Jani, aztán hétnél azt mondta, hogy persze, váltsunk át futásra. És így is rám lett, hogy 5 percet a maradék 3 kilométeren, azért az sokat elmond. A Janiról, nem rólam, tehát azt tudjuk, hogy én kocogok, de hogy a Jani az utolsó 3 kilométeren. Nem, tudjuk, hogy te jó vagy, a Jani, meg még jobb. Na? Hát így, persze. De tök jó, csak... jó, hogy népszerű, jó, hogy ennyien vannak, jó, hogy ennyien vannak, ez családi program, mennek, futnak, sportolnak. Ez annyira klassz, hogy most már azért ez a trendi lett ez a sportolás, nem? Tehát, hogy tehát már egy kicsit az a ciki, ha nem csinálsz valamit, nem? Nem. Nem fordultam pont felé. Nem úgy értem, hanem hogy tök most én, hogy bringázol, futsz, squasholsz, gyúr, csak hogy tök visszajött azért most már hosszú-hosszú évek óta az a szemlélet, hogy mindegy, csak mozogj valamit, és inkább már az, hogy nem mozogsz, tudod olyan blö. Nem? Igen, tehát, hogy igen. Iszonyú tök népszerű. Jó, hogy népszerű a sport önmagában. Itt szó szerint kell érteni tényleg ezt, hogy tömegsport. Igen. Tömegsport, és van az egésznek egy ilyen plusz buli hangulata. Tehát aki volt már ilyen BSS rendezvényeken, az már átérezhette azt, hogy itt azért olyan feeling van, hogy tényleg kiviheted az egész családot. És a picik is elindulhatnak, mindenféle résztávok vannak már. Attól függően éppen, hogy milyen edzettségi állapotban vagy, hogy hány éves vagy, mit bírsz, indulhatsz különböző távokon. Nem kell mindenkinek fél maratont futni. De tényleg annyian voltak, hogy én féltem, hogy elsüllyed a Margit-sziget, mert az egy dolog, hogy futottak mint a 26 ezeren, de legalább egy embert mindenki kivitt magával. Mondtam is, hogy Csabi, vigyázzál már, mert itt az ingoványban vagyunk benne. Süllyed, ez igen, hallod. És persze ott vannak a turisták, mindenki drukkolt, vannak külön drukkerek, voltak, akik dobokkal mentek ki, volt, aki kereplővel, sípokkal. Ez egész nagyon jó volt. Jó volt. Kimennek vagy idegen embereknek drukkolni? Képzeld el. Persze, hogy le tudod-e futni. Hát de fura program. Vagy ha futok, ott vagyok, ha nem futok, drukkolok, de hogy kimenjek, és elfut előttem a 4600 futott, és nyom meg, az nagyon fura. Nem, vagy állsz, és nem fut, és része vagy az eseménynek. Része vagy az eseménynek, te nem akarsz, nem tudsz futni. Végig egy csomó zenekar volt, hogy blues zenekar, rock zenekar, ott valaki ott nagy bőgőzik. Tehát nagyon jó az egész. De tényleg, hogy lejöttünk az Árpád-hídról, ott ült két srác, és éppen nyomták a Hendrix-től a Watchtower-t. Az menő. Tényleg jó. A One Direction-től nyomott valaki valamit? Lehet, csak azt mondom, hallottuk. Kívjuk a napalgató beszélgetünk, tudod. Van még a játék, aztán elmondhatod. Nincs vége. Illetve folytatódik a játék, de már csak az online felületeinken, tehát a Klassz honlapon és a Klassz FM Facebook oldalán. Ott még lehet helyet nyerni a One Republic-ra, nem Direction. Morning show. Jaj, de izgultam! Ajjaj, mit csináltál? Angol órának éppen most lett vége 10-kor, és mivel magántelefont nem gondoltam, hogy kihívtok. Érezted, és bemerted mondani, nagyon bátor vagy. Nagyon nem, bátor nem, vagy. Kifeleltem most gyorsan a teremből, úgyhogy... Ja, hogy hívnak? Ivoja vagyok. Ivoja, egy nagyon helyes történetet írtál nekünk, ugye az elalvással kapcsolatban. Az egyik ismerősöm az utolsó vonattal ment haza Isaszegre, nagyon igen. Fáradt volt, megkérte a mellette ülő nénit, hogy Isaszeg előtt ébressze fel, ha elaludna. A néni nagyon szívesen megígérte, hogy oké, ő úgyis 60-ig utazik. A vége az lett, hogy a srác felriadt, és ő ébresztette a nénit 60-nál, hogy le kell szállni. Így mindenki elaludt. Ez egy nagyon igen, helyes igen, így történt, és nagyon vicces volt, tehát a srác 60-ban éjszakát tudott már hazamenni. Helyes történet volt. Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot, mondtad is, hogy Morning Show. Megérdemled. Köszönöm. Köszi, hogy minket hallgatsz. Csáó. Hello. Csabikám, remek zenik? Hozom Calvin Harris-t, aki szerintem nagyon-nagyon jól bánik a dallamokkal, és most egy amerikai női rock csapattal állt össze, az a nevük egy Haim, és három testvér játszik benne, az Esther, Daniella és az Alana, bőgősök, gitárosok, szóloznak, stb. Van még mögöttük egy dobos, de ebben a dalban csak ők vannak benne, mind a hárman énekelnek is, és az a cím, hogy Pray to God, egy ilyen friss klassláger Calvin Harris-től. Meghallgatjuk. 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Hello! Sziasztok! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a
a műsor, amelyre az ország ébred. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.